a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello, fiúk, jó reggelt. Mindenkinek. Azért? Az én vagyok, várja, akkor én meg itt visszaakítom. Az én vagyok süket a csapatból. Várja, most van az összeset koordinálja? Azt a mindenségét, gyerekek. Várjál, be, te kapsz hangot, akkor... Akkor te is. Akkor ti vegyétek le. Igen. Akkor én lejjebb süket vagyok már, ugye nem csak vizelettartási probléma, az nem megkerült előtek nap. Jó, de most már nem csak érzed, hanem most már papírod is van róla. Nekem tegnap mindenről. Na, nagyon jó. Köszönöm, hogy a tegnapi napot egyébként nektek, mert gyakorlatilag bárhol jártam a városban, azt a szánakozó tekinteteket, figyelj, így jön a Rocky, adjátok át neki a helyet. Aha, engedd már a papát. Ú, tényleg, hogyan a lábad? Zsibbad még? Hát mitől ne zsibbadna? Ja, ó, zsibbad még. Zsibbad még, majd hétfőn megyek már kezelésre. Van, találtál? Megvan? Ennyi előnyem volt a tegnapi napnak, de azt mondom, tegnap voltam egy csomó helyen a városban, és hát jön le Feri bácsi, gyakorlatilag ez volt. Pihenjen egy picit. Jó, tudjuk, hallottuk reggel, jó, értjük, hogy ez egy vicces műsor, meg nyilván ott túltoltátok a dolgot, de hát azért tudjuk, hogy baj van. Csücsenjen le, Ferenc, így van. Nehogy megerőltessen magát. Kutyafáját ma is zsibbad picit reggel, vagy picit? Igen. Két lábúj? Kettő közé. Hát illetve nincs két középső, mert ugye ötből két középső, de ész kiválogatni. Ha négy lenne, akkor igen. Tehát a nagy az jó, és akkor mellette az melyik a lábon? Az a mutató lábújjam, és mutató igen. Középső. Passzív mutató. A passzív mutató, igen, amerre áll, arra mutat, és a mellette lévő egy kicsikét. Na jó van. Mi sokat gondolkodtunk tegnap este azon, hogy vajon mi lehet a gyógymond, aztán rájöttünk otthon, mi gondolkodtunk rajta, nyilván gondolom, mi is azért empatikus emberek vagyunk, és hát mégiscsak kollégám, vagyis így rájöttünk, hogy majd megszokod. Nagyon jó, de... Ez a megoldás. Megvan, ültetek ott a vacsoránál, és ilyen... Megvan az őrlődés a vadon családban. Így van. Feri szegény. Te Mónika, hogy legyen? Mit mondjak neki? Hogy csinálj? Nekem is többször eszembe jutott, még hogy fölordítottam éjszaka elalvás előtt hajnalba is, hogy biztos, hogy jól vagy-e, mi a francon. Kenegettem a csípős angol mustárt arra a kis izére, kis búzahús rudlira, és akkor azon gondolkodtam, hogy így is az ujjam, a lábujjaid jártak a fejembe közben. Ettem hozzá a kis konzervborsot, és arra gondoltam, hogy basszus, itt lehetne csinálni ezzel a sráccal. És azt mondta, hogy semmit, mindegy, az ő élete. Figyelj, nem lehet, hogy egyszerűen csak a hidegre reagál? Nem, a zsibbadásra nem nincs ilyen. Hát ha ezt komolyan kérdezted, azért ez nincs ilyen, hogy a hidegtől zsibbad a lába. De hogy nem? Hogy ne volna? Hát azért az fura lenne. Hát a reuma az miről szól? Bocsánat. Hát a reuma az tud erről szólni, de azért az állandó zsibbadás azért az nem... Hát állandóan nem, hideg van. És akkor bemész a szobába, ott elmúlik? Nem, hát és kijössz a szobából a zsibbad, hát azért az nem így működik. Hát lehet, hogy a reumatológusok egy picit rátszáfolnának ebben a dolgban, mert azért az, igen, az időjárás változás, főleg az, amikor így jön be, mit tudom én, komolyabb előzmények nélkül simán reagálat rá, egy törés, vagy valami, azt tud fájni, vagy tud jelezni, de amikor a lábúj zsibbad, az... Jó, te tudod, okay. Az nem feltétlen reuma szerintem. De egy hónapja zsibbad, Afrikában is zsibbad, ahol jó idő van. Na hát ezt mondom, hogy szerintem. Jó, de milyen időből mentél ki Afrikába? Azt igazad van. Lehet, hogy a lábujjadnak van memóriája? És emlékszik még a tavaly térre, vagy mi? nem tudom. Hát én nem vagyunk szakiként, szerintem ez nem tudom. Hát nézzes meg, kíváncsiak meg, mit mondanak. Megcsináljuk, úgyhogy beszámolok. Majd megvan az víz alatti UH, megvan a gerinc, hogy hívják, röntgen, minden megvan. Úgyhogy mondom az állapotokat. Igen? Aha, megértek egyet. Hogy hát igen, mert amire te elmész, az tüneti kezelés. Csak az okot azért jó lenne tudni. Tehát ugye... János, a futásával. De vagyok a hibás. Ő rántott maga akkor után. Akkor nekem miért nem zsibbad? Mert egy igazi sportember vagy. Ja, igen. Tehát te már régóta csinálod. De figyelj, te nem eszetlenül mentél neki ennek a dolog, szépen lassan felépítetted. Igen. Ugye a kis jó, cipőm volt hozzá. Appoddal, így van. Tehát, hogy azért nem úgy kezdted, hogy akkor kimegyek, hogy futok rögtön 10 kilométer. Jó, bűnöst kell keresni, bűnbakot. Tehát én nem lehetek, aki tunya módon élt 43 évig, ezért leszel te. A jó, korrekt, jó. Nem? Na, jó van. És most milyen futkározol még? Hát most nem voltam. Most nem? Ha bajtad? Lábbal, hát hogy? Ez hát a lelkesedés, mi? Ebben az időben mondjuk, aki kimegy, én nekem minden tiszteltem, látom ott nálunk is, meg biztos Jani is jár, látom előttünk este elfutni, ezzel megmondom, papa, ez hogy négy fok. Ember legyél a talán, igen. Voltam kint tegnap este, hát hűvös volt. Hát ez egy szerintem visszafogott szóhasználat, a hűvös. Simbadt a lábam végig. De utána, hogy hazamentél a melegbe, elmúlt. Na jó, van, szóval, hogy tegyél róla, hogy az okot is találják. Jó, ne csak tüneti kezelés legyen, mert azért az fontos. Oké, hogy elmúlik, de hát olyan franctól volt, azért az
mindegy, ha esetleg már elfelejtenéd és meggyógyultál volna, mi itt leszünk kettő, hogy mindig emlékeztessünk erre. Tehát ezért jó ez a műsorban, ha már jobban is vagy, mi mindig rá fogunk kérdezni, hogy a zsibbadó lábujjaid hogy vannak, tudod? Srácok, odakint meg tudjátok tenni, hogy most fölzabáltok mindent, amit hoztam reggelit, hogy ne jusson a Balázsnak? Mehettek. Tényleg egy ilyen nap után, mint a tegnap, még hogy hozom a reggelit? Hát én szeretlek. Hát rátszálltunk tegnap. Dehogy is. Nem, most neki diétásat kell lenni, ott felírták a kórházban, tudod, most ez a rántott leves, meg hogy hívják, párizsi. Saláta. Zsömle, kefir. Ami a kórházi koszni, kórházi diéta. Nem. Egyébként egy nagyon jó kezdeményezésbe futottam bele, és mivel nem belépős, ezért mondom is, meg az én szívemhez közel áll, mert az szokott lenni, hogy mikor piacra mennél, akkor rájössz, hogy már be van zárva, mert 4-5-ig dolgoznak az emberek. Kitalálták az első pesti esti piacot. Na, van ilyen. Marha nagy dolog, délután 1-kor nyitnak, és este 9-ig lehet menni, és tegnap kimentem. Ez most már azt hiszem, hogy 5. alkalommal. Ez egy héten egy nap van. Minden csütörtökön. Aha. Te sírnál, mert bio. Tényleg? De rendes bio. És amit látsz itt az asztalon, a halott állatok maradéka, csak hogy Gábor után menjünk szabadon, az mind bio, sajtok is vannak, meg ilyesmi, de például 3 literes bio céklalé van, hozhattam volna, na majd jövő héten hozok neked. Ez a dobozos, rendes csomagolású, és az, amit te a múltkor vettél, illetve van, abból egy német verzió, az marha sokba kerül. Igen. Na most itt, azt hiszem, hát ez se olcsó, de 1500-3 liter. Az jó. Azért az egy viszonylagosan elfogadható, és bio cékla van, mézek, sajtok, minden. 3 liter 1500-ért, az nagyon jó. Szerintem is. Környezetbarát, a csomagolás, meg nincs benne semmilyen adalék. Rája is van írva. Rája is van? Rája. Azt a mindenit. Bio rája. Sügér rája. Sügér rája. Tintahal. Na, és abból hoztam nektek reggelit. Én úgy megőrültem. Szerintem ez jó dolog. Ez jó. Belváros közepén, ha valaki akar még este vásárolni, nem kell másnap reggelig várni. Úgyhogy ott voltam tegnap felderítőleg, és ott küldtek egy pár dolgot nektek is. Mondták, hogy nem érdemlitek meg, de én mondom, hogy elhozom. Amíg ültél ott a sámli. Igen, nem amíg egy ilyen székkel körbe toltuk a piacon, sok lesz ez már magának, papa, ez a 400 méter. Ne gyalogoljunk, ha üljön le, Ferikém, ide hozzuk, amit szeretne, csücsüljön ide le a sámira. Melyik standról mit kér? Az jó, mondd már, hogy hol van majd, ezt kimegyünk ide, megnézzük. 1-9-ig, ez szimpatikus. 1-9-ig van ilyen, az esti programnak is tök jó. Mondjuk, hogy volt egy kínai árus, már nem, hogy kínai volt, hanem kínai árut árult. Tisztelt kínai. Tisztelt kínai volt. Egy magyar nő volt, de ilyen kínai játékokat árult, műanyag játékokat, azt nem értettem, hogy került oda, de biztos annak is van keletje. Mert hogy ez direkt arra megy rá, hogy ilyen ökopiac, biopiac, kézzel készítettek, ahol van egy pár ilyen ékszeres, és egy mamzi ült ott, és egy rakat kínai traktor volt előtte. Hát biztos kell az ilyen karács. Bio műanyag. Igen, a biokörtéhez. Mert hogy amikor ő pályázott, hogy jönne ide árulni, akkor mit írt föl? Érted a papírra. Láttak egy traktor, őstermelő, nyilván. De milyen vagyok, hát tényleg. Mert ráírod, hogy mangalica, kolbász, azt árulsz, akkor mit tudom én, mézek, lekvárok, és ő pedig traktor. Jó, elfogadom. Jaj, gyerekek. Na mi van? Mondjad, mondani akarsz? Igen, erről a traktor jutott eszembe, hogy tegnap előtt megjelentek ott az utcánkban, meg a környékünkön a munkagépek. És hát különösebb bejelentés, meg figyelmeztetés nélkül elkezdtek ilyen, egyébként tök pozitív, meg minden, meg jó jön. Majd az ilyen esővíz elvezető árkokat ásogatni. Csak hát azon gondolkodtunk így páran, hogy így miért nem szólnak egy picit korábban így előre, hogy így számítsál rá, tudod, amikor este hazajössz, viszonylag kevés fény van, ugye korán sötétedik, stb., és akkor itt az út mellett így hirtelen megjelennek ilyen kis, mit tudom, ilyen 50 cm mély árkok, és akkor tudod, szeretnél beállni mondjuk így a házad elé, kocsi beálló, stb., vagy esetleg valakit el szeretnél engedni a szűk utcába, lehúzódsz, és akkor így hoppácska! Jobbra így eltűnik így a jobb oldali két kerékben a gödörben, vagy egy picit eltűnik a kocsinak a hátoldala, hogy ezeket miért nem mondják előre, hogy ilyesmit fognak így az utcába ásogatni. Nem keveset, és hát viszonylag mélyecskéket, nem? És a te a kapu bejárod előtt is föl... Hát figyelj, amilyen előtt nem, hál' Istennek. Aha, de mondjuk szembe, igen. Tehát Kovácsék, nem tudom, hogy mindegy, akkor tudom, Kovácsék haza akar. Utca, jön két állampolgár szembe az autók egymással, az egyik előzékenyebb, mint a másik, lehúzódik, és akkor itt szépen egy autó, egy hoppácska, így eltűnik. Hogy miért nem szól, miért nem dobnak be egy papírt, hogy holnap jövünk, azt ásunk, vagy hogy készüljenek már fel rá, hogy így az utcában hirtelen megjelennek ilyen kis tangcsapdák. Elején ilyen kis tábla. Új terep tárgyak. Nincs. Semmi. Igaz se. Semmi.
az mondjuk vicces. Na, ha az, lehet, az aszfalton találtunk jelzéseket. Na, tessék. De hülyes, sárgával fölírva, de esett az eső, tehát azt megbánja most. Nincs kerületi újságotok? Aha, ja, tényleg. A kerületi újság biztos, ilyenkor szokott hogy... ez lenni egyébként, hogy, hogy a városkébe benne volt, meg hogy egyébként fönn volt az önkormányzatnak a honlapján, hogy miért nem olvastuk el. Ha miért nem vagyunk fenn minden nap. Értem a felvetést, ugyanakkor nyilván nem életszerű. Tehát, hogy a kivitelező gyártson le, mit tudom én, 40 szórólapot, és dobja be mindenhova, hogy nem sokára építkezünk. Hát milyen szép világ lenne, ez így élne. Vagy így élnénk. De mondjuk hát ez pont 400 forint, ahol eddig tartunk. Hát de hol hallasz ilyet, hogy, hát hogy bedobják. Maximum tényleg abban az újságban, amit ugye nekünk is, mint önkormányzati lap, stb. Ilyen helyi lap, vagy nem tudom. Tehát azért gondold el, hogy neki azt ott mondjuk beszórólapozni a környéket, gyerekek, holnaptól itt ásunk. Hát értem, hogy nem egy csatornázás, de ott azért kiraknak két ilyen kis oszlopot, az oszlopok közé kihúznak egy ilyen kis nylon szalagot, vagy valami kis, mit tudom én, ilyen fa, ilyen útlezárót kirak. Tehát, hogy így látod, hogy ott történt valami. Hát most is nem nagyon lát. Nem, hát itt csak megjelentek az árkok, amik mondom jók, meg praktikusak, meg hogyha ilyen sok eső esik le, akkor nyilván ennek azért van funkciója, meg értelme. De hogy azért úgy meglepő, hogy egyik pillanatra a másikra így jönnek a munkagépek, kiássák az árkokat, azt elmennek. Mondom, a kerületi újságban benne volt, tehát mielőtt legközelebb krumplit pucolsz rá, az előtt olvasd végig. Igen, mielőtt belecsomagolom a kutyadrekket, az előtt azért jól erre el is olvasnám. Én hülye. De. Igen, hát ezt ritkán szokták ki. Kipapírozni. Jó lenne, igen, ha mindenki kapna cetlit, hogy éppen mit építenek, hol építenek. Csak hát azért megvan a szitu reggel, hogy ugye megszoktad, hogy, hogy éveken keresztül úgy kanyarodott az autó, hogy kanyarodott, akkor betettem a hátulját, és akkor bementem balra, vagy hogyha szembe jött valaki, lehúzottam jobbra, hát most nem fogsz. Most is beteszed a hátulját, csak a gödörbe. Jó, de legalább nem fogtok elázni, nem az lesz most. Persze. Jó is van, azért mondom, hogy alapvetően pozitív dologról van szó, és köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Biztos ezt mondanák. Van napi lapunk, gyerekek, még egyet sem láttam, mit írnak. Fekete péntek, ez most biztos mondhatjuk, vagy Ákos megtréfel bennünk? Ákos azt mondta, hogy tényleg... ma van. Ma van? Ma van, úgy kezdte, hogy ma van. Egy hete ráfutottunk, de ma már biztos hálaadás után tegnap az amerikai tőzsdék is zárva voltak, ugye tegnap volt hálaadás, úgyhogy én innen tudom. Konkrétan nem volt egy semmi. Nap, amikor nem buktam. Igen, egy nap, amikor nem volt semmi mozgás, zárva volt, és gondolom a hálaadás miatt, úgyhogy a hálaadás utáni első péntek, amikor is, hát van ez a fekete péntek. Erről majd érdemes egyébként 7 óra után pár mondatot beszélni szerintem, mert mindenkinek van vélemény erről a fekete péntekről, hogy ez hogy indult, meg mi ez, meg miért kell, meg kell egyáltalán. Nyilván a kereskedelemben ez egy jó marketing fogás. Csak hogy mint ember, mint lény, mint vásárló, hogy élette meg ezt a fekete pénteket? Erről beszéltünk pár mondatot. Meg hogy kell-e az, amit meg akarsz venni éppen, akkor az se egy utolsó szempont. 70%-a kevesebbé kell. Így van. Tudod. Hát igen, ez de is ha nagy amúgy kérdés. Amúgy nem költenéd azt a 30%-ot, mert... Amúgy a zsebedben maradna. Mondjuk nálunk állítólag nincs ekkora százalékos csökkenés, mert ez Amerikáról szól, ugye ott kezdték el, és akkor ott vannak ilyen 70%-os, és ott tényleg őrület van a boltokban ilyenkor. Mert én magam sosem voltam Amerikában, de mesélték, hogy az nagyon nagy buli. Itt nálunk nem tudom, mennyit fognak adni. Az Ákos meg ugye arra ugrott be a múlt héten, hogy egy cég elkezdte. Aztán csúnyán is járt velem, egy gyakorlatilag megközelíthetetlen lett a weboldal, de csak elkezdett begépelni, és már lefagyott a számítógéped, még meg se nyitottad az oldalt. Ő azért ugrott rá múlt héten a fekete péntekre, de ez a hivatalos. Igen, azt ügyesen behozták, hogy egy héttel előrébb hozták, és azért nagy. Azért aztán nagy... ugye nem tudtak semmit eladni, mert lerohadt a rendszer. Igen, azért jó fogás volt. Na, hogy állunk játékkal? Mi van? Hát hagyjuk, nem jól. Szerintem felejtsük el. Hagyjuk, már csak szépíthetünk? Egy szépségpöttyöt még összehozhatunk. 3-1. Ráadásul 3-1. Igen, a hallgató. Basszus. Tehát ha ezt most bukjuk, akkor egy 4-1-es nagyon csúnya elpopsizás van a részletekről felénk. Esetleg egy 3-2-re föl tudjuk még hozni. Atya Isten. Hát jó, belefér egy-két elbukott hét így az év végére, nem? Tehát nincs ezzel baj. Persze. Igen. Áldom, hogy nézzük a jó oldalát, gyerekek. Önök ezt kapjátok fekete pénteken. Azonnal meg ideologizáljuk. Ez egy ajándék tőlünk. Igen, nincs ezzel baj. Jól van. Na, hát ha valaki még szeretné beütni az utolsó szöget, akkor tegye meg, jelentkezzen nyugodtan SMS-ben. Jó, ha valaki játszana. És írja meg, hogy mit akar velünk csinálni egészen nyugodtan. Kérdezi valaki, tuti van fekete péntek? Nem, már megint elindulok feleslegesen laptopért.
Sanyi. Hello Ákos, jó reggel. Jó reggelt kívánok. Hát ez az én saram, ez a fekete péntek. Nem, hát ez a cég rántott be. Figyeljetek, hogy ha most is elmarad, akkor nézzenek ki az ablakon, elég fekete. Ezt tudom javasolni, de nem fog. Tehát most már ez a hivatalos. Azóta megkaptam már az üdvözlőlapokat és az ajándékcsomagot. Jó, megbeszéltük, igen. Oda kacsintottam, meg visszakacsintottak egy nagy 3D LED akármilyen tévével. Nagyon jók ezek az ível tévék. Igen, javaslom majd. Kettőt kaptam, majd akkor átjött. A fürdőszobába be tudtad hajlítani a sarokba. Igen, na, valami kis eső esik kint, senki ne jegye meg, nem ónos eső, én fék ráhatással ezt így teszteltem, tehát, hogy nem csúnyának tűnik, de nem ónos eső. Aha. Nem ónos eső, de ónos eső. De az. Most adott ki a meteorológiai szolgálat 8 megyére és a fővárosra is figyelmeztetés. Hát akkor mi nem csúszik? Mert hát hogy ez most nem csúszik. Jó. Dehogy is, nálam, nekem egy nyári gumim van. Micsoda? Nekem egy nyári gumim van, gyerekek, én bevallalom. Férfiasan, még nem tetettem át. Maga a sátán vagy az utakon. A nejemnek már áttetettem. De rendes, a nejedet. Ennyi meg kell mondani. Figyelj, igen, vénejem. Onos esőszerű, de egyébként nem csúszik. Tehát, hogy tudod, az onos eső olyan, hogy nem tudsz rajta megállni. Én többször főúton, mellékúton, erős fék, semmi, meg sem mozdult az autó. Tehát, hogy nyugodtan teszteljék, hallgatóink, írjanak nekünk. Nincs nagy csúszás. Ne teszteljék. Mit csináljanak rajta? Fékezzenek? Persze, nyugodtan. Hát miért? Hát nem jön mögötted senki, fékezzél egy picit. Hát azzal nem történik semmi. Ja, jó. És, okay. Tudod, és megtréfálom őket, hogy... Balázs azt mondta, hogy nem onos. De most elakadtak, az nem hó. Te hülye, mit hallgatsz, nem onos. Mert szerintem a jó autós az kijön, és megnézi, hogy csúszik-e. Én legalábbis mindig megcsinálom. Igen. Jár, ráfagyott, igen, onos eső, sima eső. 130-nál nyomsz egy kötél. 130-nál nyomsz. De hogy is itt a 20-szal mész, és ráfékezem, mert akkor kipróbálod. És azt mondja a meteorológia, hogy onos. Igen, onos eső. Onos eső, sőt havas eső is lehet északkeleten. Aha. Na jó van, hát mindenki nézze meg nyugodtan, óvatosan. Lehetőleg úgy, hogy a szomszéd ne jöjjön mögöttem, mert akkor rám kenik, hogy itt hármas karambolt okoztam. De valami esik, és hideg is van, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Fél hét múlt, pontosan egy perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket, lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és nézem, hogy mi helyzet az utakon, hogy csúszik, nem csúszik, ónos eső, nem ónos eső, sokan írják, hogy csúszik, azt mondja, hogy nézem, Debrecenben szakad a hó. Gyerekek, ez több SMS szám is elküldte nekünk, ami azt jelenti, hogy többen elküldték, úgyhogy ott már hóesés van. Nyilván nem tart nagyon sokáig, de hóesés van. De délutánra az már lacsak, de legalább most lehet jó. De legalább valami történik az utakon, igen. Aztán nézem, igen, valami történik az Ürömi felüljáron, ott is van valami, Debrecenben esik a hó, csúszik az új gyerekek, itt nálunk ez biztos, hogy ónos eső, írja valaki, Miskolc és környékén is ónos eső esik, vigyázom mindenki, Anulu, köszönjük szépen. Dabason a benzinkútnál járőrkocsiból mérnek az 5-ös főúton. Preventív Robi küldte nekünk. Nógrádban, Pásztó környékén onoszitálás, az út szakaszosan csúszogat, ezt Zsolt küldte. Szóval, hogy... Na, vigyázzatok, az a lényeg. Igen, igen, csúszik az út. Hideg is van, néhány helyen ónos eső, néhány helyen pedig csak sima eső. Na, elvesztettük már a hetet, ugye? Igazából, tehát már elment a dolog. De nagy lelkűek voltunk ezen a héten. Igen. De az a tét most, hogy szűken vagy csúnyán. Igen, igen. 4-1-re kapunk ki, vagy tudunk esetleg szépíteni. Már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, még nem léptem föl arra bizonyos oldalra. Hol ki vagy? Hello! Évi vagyok, Hajdúszörményből. Évi, hello Évi, mit csinálsz otthon? Dolgozom. Otthon vagy már a munkahelyen? Munkahelyen. Na, mit csinálsz? Egy gyárban dolgozom. Gyárban? Aha, és mit csinál ez a gyár? Égőket, lámpák. Égőket, lámpákat gyártasz. Aha. Éppen. Jól van. És kivel szeretnél a héten utoljára megmérkőzni? Ferivel, mivel még nem játszott a héten. De rendes vagy, Évi. Jó, hallgató. Szeretlek.
Egyébként tényleg így van, nem? Még a játékszűzben. Én itt voltam, gyerekek. Nem volt rám igény. Tudták, hogy a gyenge ellen kell menni, ez a Balázs, ott megszerezték a hetet. Ennyi, rámentek a gyengére. Annyival játszottak egyet, az a biztos, és akkor még én itt a végén. Igen. Jó, jó. Nézzük meg akkor, mire mentek egymással. Mehetünk, Évi, kész vagy? Igen, mehetünk. Jani? Three és two és one is fire. Évi, a hűtőgyár is nálatok van Böszörményben? Itt nincs olyan. Nincs. Szereted az égőgyártást? Ez van, ezt kell szeretni. Semmi izgalom nincs benne? Hát, ahogy vesszük, vannak kihívásaink, de... Ti Debrecenhez közel vagytok, ugye? Így van, 20 kilométer. Esik a hónálatok is akkor? Esik. Most kezdett el 6 óra előtte. Jó ide, jó. Szánkózás? És nálatok? Itt nincs havazás, szánkózás lesz ma? Gyerekeid vannak? Még nincs. De szeretnél? Idővel igen, van szeretnél. Van hozzá papszínvekár! Idővel igen. Ütöttem, húztam. Mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy az elején azért Feri már megmentette Évit egy picit a passzivitástól, amikor belekérdezett. Hát rendes voltam, de rendes volt. Ne álljunk. Sajnos. Igen. Évikém, hát ott volt egy igen. Bizony. De egyébként ügyesen játszottál, 20 másodperc lett volna még. Majd legközelebb. Legközelebb, így van. Igen, hát ez most elment. De köszönjük, szépítettünk, jó? Jó, én is köszönöm. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Akkor szűkem. Három, kettő. Hát gyerekek, szűkem. Más a vereség. Igen, magyarázkodjunk. Így jó, így bárki tud nyerni 3-2-re. Jó, a négyen nagy lett volna. Játszott. Igen. A 4-1 szép lett volna, 3-2 az alamizsna. Tehát ugyan már, most ezt így kikapni a gyerekek. Ennyi erővel meg is nyerhetük volna. És erre vagytok büszkék? És erre arcoskodtak? Amatőrök. Sima 3-2. De gyengék. Hányszor volt ilyen velünk is? 4-1-et, ha egyszer hoznátok. Ha egyszer tudnátok 5-0-át, vagy 4-1-et. Hányszor volt velük ilyen? De mi nem büszkélkedtünk így vele, mint ahogy ti. Így van, veritek a melleteket, mi? 3-2 lett, persze. Na jó van. 4 perc van pontosan, 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Olcsó hús. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello. Sziasztok, jó reggelt. Feri, egy jó hello. Kis huligánz, ezt többen kérdezik, hát szerintem már van, aki nem is emlékszik erre a dalra. 97. Ez 1997, igen, még az E-plusz nagyon sokat nyomta, amikor indultunk, és ugye hát ez egy feldolgozás, méghozzá a huligánznek a Paradicsom című dalának a feldolgozása, ezzel robbant be a huligánz, vagy ez legalábbis az első albumon volt. Nem lát, nem hall, nem beszél volt az albumnak a címe, és 97-ben ezzel jelent meg a Hooligans a magyar rockzené palettán, és ez egy nagyon nagy sláger volt annak idején a Paradicsom. Az ez én nagyon, Paradicsom. Nagyon nagy sláger volt, igen, egy látszik, ahogy nem is tudom, valami Hooligans-es tag megy egy ilyen klubban, és mindenki dől balra, jobbra, isznak, szívnak, csajok, igen. Erről szól. Csipa sétálgat össze-vissza, és sétálgat. Közben mindenki nagyon jól érzi magát. Igen, igen, jó hangulata van a klipnek, igen, ez 1997, tényleg az E-plusz indulásával egy időben. Azóta is így élnek, csak már nem beszélnek róla. Igen, csak már nem mondanak egyébként semmit, igen, erről, vagy hát kevesebbet. Azóta egyébként a Hooligans rajongótábora is kicserélődött, szerintem. Tehát akiknek akkor szóltak, már nem ők hallgatják a Hooligans, más típusú zenét játszottak akkor. Ez most nagyobb réteghez jut el, szerintem. Mainstream lett. Ha egy nagyobb országban élnénk, ahol megélni lenne annyi ember, aki a régi Hooligans szerette, akkor nem álltak volna át, szerintem az új Hooligans. Aha. Mert akkor eltarthatná őket az a kis számú közönség, amiből viszont itt nem lehet megélni. Ami itt nagyon meg kint kis valahogy nyitottabbak az emberek, elnézőbbek. Tehát, hogyha mondjuk kísérletezgetősebb zenét csinálsz a következő albumodra, és nem mondjuk a megszokott zenei frázisokat pufogtatod el, akkor ugyanúgy megveszik, és ugyanúgy szeretnek, és nem fordulnak el tőled. Meg a százalékos arány, ugye az a fontos, tehát, hogy mondjuk csinálsz Amerikában egy olyan lemezt, ami az emberek 10%-át érdekli, meg Magyarországon, akkor az ugye mindjárt más az arány. Tehát ott több lóvét lehet ebből szerezni. Igen, de jó hangulatú dal. Minden esetre most ezt újra meghallgatni. Igen. Mi ez a harmad rendű, írja valaki zene a rádióban? Mm-hmm. Mi ez a gagyi Hooligans? Hát, Csillámpónivá változtak a Hooligans-esek, gyerekek. Ez az eredeti. Nem kell zenésznek lenni ahhoz, hogy ne hallja az ember, hogy ez nem harmad rendű zene. Igen, mondjuk én az eredetit jobban szeretem, mint ezt a feldolgozást. Ez a kis tuc-tucot belerakni a Hooligans-be, fura a kettősség, ami ebben a dalban benne van. Az eredeti. Mi már öregek vagyunk. De mi már öregek vagyunk, igen, a mostani fiatalok azok lehet, hogy így jobban megértik ezt a dalt. Az egész albumot remixelték? Nem.
Nem, úgy csináltak egy válogatás albumot, hogy hívtak rengeteg vendéget, és akkor a minden korszakból egy-egy dalt kiválasztottak. Egy rakás vendégénekessel. Az jó. Úgyhogy így lett. És ismert Hooligans dalok vannak. Persze. Aha. Igen, igen, az elmúlt nem tudom hány évből mindenhonnan választottak. Azt megcsinálhatjuk egyébként, hogy jövő hétre behozzuk az eredetit. Ha valakinek megvan, Jani. Há, hogy ne volna. Megvan valaki. Egyébként. És akkor meghallgatjuk, hogy milyen volt 20 évvel ezelőtt. Mert jó. Ugyanez a dal, mert most azért senki nem tud bennünket leszédni, hiszen ezt a dalt mi játsszuk. Érted? Tehát akkor az eredet is lehet, igen. A Lajos Mizsei vonalon 58 percet késnek a vonatok a nyugati felé, ezt Ari küldte nekünk. Hello, srácok, Bosnyák tér Nagy Lajos kereszteződésében sárgán villognak a lámpák, üzeni Mikey. Gyerekek, Álmosdon szakad a hó, kisjánya küldte nekünk, Obudán, a Bécsi úton, az obudai temetőnél, a városba befelé egy busz kidöntött egy lámpaoszlopot, elfoglalják a szélső sávot, így csak a belső sáv járható, üzeni Ádám. Ne használják esernyőnek azt a rohadt autót, pláne ha csúszik itt, tötymörög előttem 40-nel a négyesen valaki, üzente Suhant. Gyöngyös Adács közötti úton az autópálya feletti hidon kamionba csúszott rá egy autó, ónos eső van, ott lefagyva, Adrián küldte, hatalmas dugó Vörösvárról, az ürömi körforgalom felé, és még utána is, és Tiszavasvári és Nagycserkész között kigyulladt egy menetrend szerinti buszjárat, lassan halad a forgalom. Na, ez mind rendben van, idézőjelesen, persze nyilván nincs rendben, ha valaki balesetet szenved, azért a Lajos Mizsei vonal 58 perces késés, hát ne csináljunk úgy, mintha az csak úgy ott úgy lenne. A nem gyerekek, két az egy perccel óra. Hamarabb jött? Tessék? Nem két perc. Hamarabb jött. Az is lehet, igen, viszonyítás kérdése. Á, Isten. Figyeljetek, nem akarok mondani, én már nem is szeretem ezt a mávos témát komolyan, mert van nekik elég bajuk, hogy ez most nagyon hatványozott lesz. Tehát az ónos eső ráfagy az a sínyre, ahol nem, az a levél. Biztos. Az ónos eső mondjuk érthető. Hó, tehát hogy csak mondom mindenkinek, aki mával közlekedik, hogy készüljetek, mert itt a tél, aki már tavaly télen próbálta, azt tudja, hogy most lesznek a nagy csúszás. És a hidegbe a vas összehúzódik. De akkor az azért lenne jó, mert rövidebb lenne a távol, tényleg, érted? Közelebb húzza a két a várost. Igen. A beteg. Jó, gyerekek, beszéljünk két mondatot erről a fekete péntekről, hát meg tudjuk akadályozni a magyar lakosság nagy részét, hogy újra eladósodjon. Ne? Nagyon jó kezdeményezés. Ne, én ezt nagyon támogatom. A fekete péntek vagy a beszélgetés? Vagy a beszélgetést. Azt hittem a fekete pénteket, mondom, a fenébe de jó lenne, akkor vitatkoznánk együtt. Valaki szereti a fekete péntek? Ja, én nem. Ja, te is nem. Nem, azt akartam. A kedvezmény. Hát ilyen tekintetben hát, igen, csak úgy érzem, hogy egy picit így ezek tehát hogy a kedvezmények arra csábítják az emberek nagy részét, hogy háromszor annyit vásároljanak, mint amit egyébként vásárolnának. Ugye itt az van, az a történet, hogy te azt állítod, hogy van 100 forintért valami. Azt nem veszed meg, mert drága. A fekete pénteken felébe kerül, ő nem költött volna el 50 forintot, de most kiadja az 50 forintot, te ezt mondod. Igen. Aha, szerintem meg tök jó a dolog, ha azt nézed, azt a részét nézed, hogy megtakarította azt az 50-et, mert az ember meg akarja szerezni a dolgokat, az ember aha. akar vásárolni. Tudod, mi van? Utána bemegy abba a sorba, amivel benne van az a termék is, ugye, ott van felrakva szépen a polcra, amire ő vágyott, és amit 50%-kal drágában olcsóbb. Tudott volna megvenni egy nappal korábban, de aznap ugye már és látja, és meg lehet mellette még valamit. Megfordul, a kis kezében ott van már a cucc, elindul a pénztár felé, meglát megint valamit jobbra, megint meglát valamit balra. Húha, az is 50%-kal olcsó, hú, az meg 70, hát de ez 30. Hát ez kérdés, ez dönts el a vásárló. És a végén gyerekek, gyakorlatilag úgy megy ki, hogy eltöltött, vagy elköltött úgy 30-40-50 ezer forintot, közben meg igazából csak 15-20-at költött volna el mondjuk egy nappal korábban. Oké, de ez az ő döntése, hát ne, te ne cseszegessél már senkit azért, mert vásárol, érted? Szóval ez azt mondod, hogy kezeljük az embereket felnőtt ember módjára is, mondjuk azt, hogy ők csinálják, amit akarnak. Nehezen mondom ezt kidei, de néhány esetben, de egyébként igen. Tehát, hogy tényleg, azt majd ők eldöntik, érted? De maga a lehetőség az csomó, jó. Egy csomó felesleges dolgot ilyenkor megvesznek az emberek, amire marhára nem lenne egyébként szüksége, vagy nem az, hogy nem lenne rá szüksége, hanem amit nem engedhetne meg magának. Aha. Uh-huh. Én is hasonlóképpen vagyok. Én erről mindenkit lebeszélnék, de nem azért, mert egyszerűen nem jó a leárazás. Nyilván, az jó. Az szerintem jó. Akkor mi nem jó? De akkor most ez egy csapda helyzet. De ne, ez maga a csapda, már hogy a személy a csapda, érted? Tehát, hogy az én személyem egy nagy csapda helyzet, az biztos. Ne, az dolgozt fel, te ez nekem semmi közöm az ég egyet a világon. A vásárló személyéről nagy általánosságban beszélek. Uh-huh. Hogy el tudod-e dönteni, hogy szükséged van rá. Egy csomó az ember... a baj, hogy szerintem ennek nem ez a pszichológiája. Tehát a pszichológiája szerintem ennek az, hogy leértékelődik valami, vagy olcsóbban megkapod, kvázi meggyőzöd magad az olcsósága miatt, hogy az neked kell, hiszen a hülyének is megéri, ha 100%-on valamit nem vennél meg, de 30-on igen.
És nem feltétlen az vásárol, aki nem tudja megvenni 100-on, hanem azért veszed meg, mert most nem 100%. Tehát a pszichológiája nem az, hogy az vásárol, aki igazán szegény, hanem az, aki azt mondja, hogy 100-on nem veszem meg, de megvehetném, de ha a 30-on még jobb. Vagyis 100-on se kellett igazán. Hát, és megveszed a 26. turmixot, a 76. tévét, most idézőjelesen 76. nem a lakásban 76. Lecseréled a régi. Aha. De hogy valójában szükséged van? Valójában kell? Valójában arról szól ez a dolog, hogy neked az tényleg nagyon-nagyon kell? Vagy jön egy lehetőség, és azt mondta, hogy itt van egy lehetőség, most 30%, miért ne vegyem meg, hiszen csak 30%. Érted, hogy mit mondok? Az ember nem valójában kellből él. Hát az embernek vannak álmai, egy csomó ember, itt a karácsony, nem engedhetsz meg magadnak egy csomó dolgot, mert egyébként kevés a pénz. Tehát kevés a lóvé, amit hazaviszel, jön a karácsony, és azt mondják, hogy tesa, 50%. És nem biztos, hogy új tévét vesz. Lehet, hogy új tök tévét vesz, de azért lesz, mert az a baj, igen, az emberek a nagy része Orionon nézi. A nagy része nem így gondolkodik, ahogy te, tehát hogy egy ilyen egészségesebb gondolkodásmód, hanem nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy azt mondja, hogy aha, akkor viszont úgy nézem, hogy akkor a nagyobbat megvetném ugyanazért az árért, amiért a kisebbet megvettem volna tegnap. Akkor inkább a nagyobbat veszem meg, tehát nem spórol semmit, vesz egy nagyobb tévét, igen, és nem ugyanazt romlik a pénzt kiadja. Nem romlik el a szemet, aha, tehát nem fog szemüvegre a szobába. És nem fog szemüvegre. És az előszobából nézik a 127 képátmérő, 127 cm-es képátmérő full HD. Jó, de most ti a túlzást látjátok megint. Tehát azért, na most azért nincs egyikőtöknek se köze ehhez a témához, mert itt vagy te, aki a gyémántveretes pénztárcájával de ez hülyeség, megy ezt rám sütöttétek és ezt itt a kaszakestet, már beszélek vele, hogy hagyja abba. Király. És itt a kuponfüzetek király, aki állandóan a kedvezmény nézi. Gyerekek. Az egyszerű polgár nem. Szemével nézi. De én is úgy nézem, nálam sincsen minden szobában LED TV, nincs 30 plazma TV-m, nem költök hülyeségekre, nincs mozi hífim, elmondom, rólam azért ez egy nagy tévhit, de hogy te is szemét vagy, mert te is ezt a tévhitet erősíted. Hiszen most néztem ki nincs, az előtérbe nincs, ott a pénztárca. Amire költök gyerekek az az autó, meg az utazás. De nincs igazából, ha eljönnél egyszer hozzám, látnád, hogy semmi olyan fölösleg nincsen. Mondjuk nem hat nyelven még. Beszélő Turmix gép, 5.1-es házi mozi rendszerem, nincs házi mozi, semmi ilyen nem nincs. De hogy valójában kell-e az neked, amit te valójában megveszel most 50%-kal olcsóban, azt lenne egyszer érdemes szerintem megnézni, hogy kik azok, akik ilyenkor élnek a lehetőséggel. Hány százaléka az, aki valójában azért veszi meg, mert 100%-on nem tudja és 50-ért megveszi, azzal szerintem nincs baj, de szerintem ez az elenyésző. Ez az elenyésző. A nagyobb százalékban az veszi meg, aki azt mondja, hogy hát 50-ért, jó vásár, ez persze megvehetném 100-ért, most megveszem a nagyobbat olcsóban. Tehát van egy tévéd, de most kell egy nagyobb. Biztos, hogy kell egy nagyobb, biztos, hogy nem jó, hiszen 50%-ért megkaphatod a nagyobbat. Érted hát a csapda helyzetet? Ez új széria a kedvenc telefonomból, most szerintem megvet. A tavaly is jó, meg a tavaly előtt is jó lett volna, amit a tavalyra cseréltem le, de most itt van. Itt van a lehetőség, hogy megvessem 30%-kal olcsóban. Így is rohadt drága, így is van benne egy rakás olyan funkció, amit soha nem fogok kihasználni, de azért megveszem. Megvetetik tulajdonképpen vele. És arra érdekes, hogy belegondoltok, hogy például ilyenkor, amikor ugye minden a fogyasztásról szól, minden arról szól, hogy vásárolja, ilyenkor senki sem ágál maga ellen a fekete péntek ellen. De hogy nem ma van a fogyasztásmentes nap. Oké, jó. Vagy a vásárlásmentes nap is ma van. Ma igen, van a vásárlásmentes nap. De nem látod a különböző Facebook oldalokon, meg közösségi oldalokon, hogy az emberek azt mondják, amit például a Valentin napkor szoktak mondani, hogy izért, hogy na ez is csak a vásárlásról szól, ez is rohadt csak... Pedig az egy érzelmi ünne. Alapú dolog, ott megajándékozol valakit, igazából a szeretetre próbálja meg, legalább ebbe be van csomagolva az egész történet, itt meg szimplán csak a vásárlásról szól, de senki nem azt mondja, hogy ne menj el és ne vásárolj, meg hogy felháborító, hogy ez az amerikai sztori megint ide is begyűrűzött. A hitelfelvétel is egy ilyen dolog szerintem, egy nagyon érzékeny téma, és nagyon érzékeny dolog. De hogy érdemes azt is egyszer megvizsgálni, hogy érdemes lenne, hogy azon forinthitelesek például, akik bajban vannak, azoknak sokszor túl gondolod, és azt gondolod, hogy majd, ha ezt hitelből megveszed, akkor jobb autó, jobb lakás, de effektíve most nem lé... Most hogy a boldogabb életre nem, semmi, dehogy is nem effektíve nem biztos, hogy létszükséglet az, hogy te megved, érted? Tehát nem azért veszel föl hitelt, hanem mert ez nem jó, mert egy kicsit nagyobbat akarsz, mert hát, úgyis hitelből van, ráérek kifizetni. Ez egy baromi nagy pszichés csapda helyzet van, egyébként. Nem tudok fizetni, és annak idején felvették, mit tudom én LCD TV-re, Blu-ray lejátszóra, hogy hívják rá, full hifire, igen, én értem, csak telefonra. Az embernek meg vannak vágyai, és te egy realista, földön álló
Jancsi, vagy te azt mondod, Jani, hogy addig nem veszem meg, amíg nincs meg rá a készpénzem, és akkor is jó tudod minőséget. Tudod a takarós példát? Igen, tudom, hogy kilógott, nekem kilógott már sokszor, le is fagyott, azért zsibbad is. Jó, de a ez dolog, Isten áldotta adottság. Igen, de én meg, én meg a másik oldal vagyok, érted? Akinek azt mondja, hogy basszus, egyszer élünk gyerekek. Hát most tényleg nehogy ne engedd már meg magadnak azt, hogy most itt a karácsony, és végre jó áron tudsz venni valami ízét, valami mondjuk egy tévét, mert az az álmod, hogy egy rendes LCD tévén nézzél meg valamit, akkor vedd meg. Az más kérdés, hogy úgy fölvenni hitelt, ebben a csapdában ugye sokan benne vannak, hogy az, arra semmi garancia, hogy nincs. De magát az, tehát az a baj, hogy ti az akciót kezditek el. Nem, az akció kereskedelmileg egy tök okos dolog. Uh-huh. Tök de, jó, kivételesen jó, de hogy ez óriási ötlet. Hogy bízzunk meg az emberekben, azt, aki olyan hülye, hogy túlvállalta magát, vagyunk így ezzel egy páran, azok meg majd megpróbálják megoldani. Nem kell összekeverni most ezt az egyik ilyen hiteles helyzettel, csak erről beszélgetünk, csak erről a dologról beszélgetünk. De hogy bízzunk már meg annyira az emberekben, hogy majd ő eldönti. És neked igazod van, hogy nem tudnak jól dönteni egy csomóan. De hogy van egy rakat olyan család, aki viszont tényleg nem engedhet meg magának az alapvető dolgokon kívül semmit, mert nincs pénze, és lehet, hogy most egy kis olyan extrát tudnak megvenni, amire vágyakoznak. De félrejtés ne essék el, nem ellenük, hanem értük érvelünk. Vagy értük. Aha. Akkor amit mondtam, az vissza az egész. Nem, tök igazad van, csak szerintem igen, szóval olyan nehéz igazságot tenni, persze, meg most nyilván majd jönnek olyan SMS-ek, hogy persze mi tudunk mi erről, meg nekünk könnyű, meg azt veszünk meg, amit akarunk közben, nem így gondolom, mert mi sem vagyunk, vagy voltunk mindig ebben a helyzetben, meg azért azt hiszem mindhármunkra igaz, hogy meglehetősen nagy szegénységben nőttünk föl, mint ahogy azért akkor nagyon sok családra ez volt a jellemző. Tehát pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk, és pontosan tudjuk, milyen nem megvenni valamit, milyen nem megvehetni valamit, milyen nem megkapni valamit, milyen, amikor nincs neked valami. Tehát mindhármunk azért szerintem elég sokat nélkülözött gyerekkorában, de ugyanakkor én ezt nagyon nagy csapda helyzetnek látom, és szerintem az embernek mindig baromi észnél kell lenni, és feltenni magának azt a kérdést, hogy valóban ez ettől leszek én majd boldogabb, valóban ez adja meg nekem, és aztán persze Laci is baromira bólogat, mert ő technikai megszállott is minden pénzét, és gyere be Laci, kíváncsi, hogy mondd el, de hogy szerintem ha az ember ezt megkérdezi magától, akkor lehet, hogy rájön, és azt mondja, hogy basszus, jó nekem az a másfél éves tévé, a fene vigyel, nem dőlött. Hát a másfél éves, persze, vagy két éves, ha még másfél éves, vagy azt mondja, én nem tudom, hogy amit élünk hány éves, de hogy vagy azt mondom, hogy akkor jó nekem a 76-szól, vagy a 86, vagy a 23, mert nem ez adja, és közben persze nyilván, de az ad boldogságot, hogy megnézed, de hogy az embernek mindig ott van egy kapcsolat, és az, hogy tényleg kell ez nekem? És én is, és a Vikit is nagyon sokszor hülyeségekre tudunk így veszekedni, hogy gondolj át, hogy valójában kelled. Ezek mondjuk, mint apróságok, és mit tudom én, vesz egy cipőt a gyereknek, és én azt mondom, hogy most nézd meg, most tudod, hogy ez egy kicsit melege, vagy most mondom, gondolj bele, hogy valójában kell, és akkor megegyezünk, hogy mondjuk hozzáteszem, a Viki nagyon jó példa a Viki a tudatos vásárlóra is, persze, mert ő azért 100 helyen megnézi, és utána pedig megveszi a legolcsóbb. Persze, ő 1000 forintért látva, amit nem nyugszik bele, és addig megy, amíg nem talál egyet 600-ért. Ő azért okosan csinálja. Na, ő a legdurvább, tehát ő az összes ilyen 800 forintos turkálót tudja a városban, de így megy ezt. Nem minden áron. De hogy szerintem nem igazán ad hosszú távú boldogságot, és persze tudom, hogy ez hülyeség, meg nagyon elvon, de óriási csapdahelyzet ez a fogyasztás. Szerintem nagyon nagy csapdahelyzet. Laci, hát te a másik oldal vagy. Igen, én a Ferivel értek egyet. Tökre értem. Jó, te hitelt vennél föl valamiért? Hitelt azt már nem, ja, mert már azért megjártam régebben, most már nem, régen beleugortam volna, most már inkább nem. De nagyon drágák ezek a műszaki dolgok. Tehát az európai árhoz képest ugyanott tartunk, mint a Németországba venni, sőt, Németországban olcsóbb egy tévé, mint nálunk. Baromi drágák, így van, ez Afrikában is tapasztaltuk, Dél-Afrika nagyon modern, egy felárért van, ugye kevesebb az áfa. És nem mindenki olyan vevő, hogy most akción, akkor megyek, mert igen, én ezt mondom, hanem hogy van a tudatos vásárló, aki éppen azt mondja, hogy épp most szerettem volna tévét venni, és nem mindegy, hogy 250 ezerért vagy 150 ezerért kapok meg egy tévét, mert ha megnézed, hogy 250 ezer forint ma egy átlagos tévé, igen, ez egy embernek legalább nagyon sok a kisebb szegmens. Igen, nagyon sok pénz, és ebben igazad van, és azt hiszem, hogy az vegye is meg. Én nem erről veszek, én azt mondom, hogy szerintem érdemes lenne megnézni, hogy valójában ezeken a napokon hány olyan ember vásárol, aki valódi szükségletet kell, és az sokan, de szerintem a többség az
az a típusú ember, akinek még ez se jó, még az se jó, még nagyobbat akar, még többet akar, még jobban le akarja cserélni, még nagyobb autót akar, nem elég az 50 négyzetméter, hitelbe verem magam, és nem mérem föl, hogy a hitelt ugyanúgy fizetni kell, és basztus, ha nem léptem volna bele, elég lett volna az a rohadt 50 négyzetméter, csak túlzó vágyaim voltak, nem mértem föl jól a képességeimet, a lehetőségeimet, és azt hittem, hogy a hitel egy olyan dolog, amit majd valamikor, valahogy majd kinyögünk. Miért nem volt jó az az autó? Miért nem volt jó az az 50 négyzetméter, vagy 70? És tudom, hogy ez most nagyon nehéz úgy, hogy az ember ne tűnjön demagógnak, de hidd el, de a hitel legnagyobb csapdája az, hogy túlértékeled azt, amit majd ad neked az a nagyobb dolog, amit megveszel, és alulértékeled a törlesztő részletet, illetve azt a hosszú távú elköteleződést, amit az okoz. És ha most csak a tévéről beszélünk, igen? Az átlag embernek az alapszórakozás az a tévénézés. Sok embernek a régi tévéje, szeretnének, nem tudom, HD-s adást nézni, szép tévét nézni. Ez egy nagyon nagy szórakozási faktor nekik. Tehát nem tudom, miről beszélünk. Nem egy nagyon nehéz tévéről, ami egy alap dolog. És szerintem igenis tud örömet okozni egy családnak az, hogy egy jó tévé van, egy biztos, hogy így van. És egy négyfős családnak nem mindegy az, hogy egy 250 ezeres tévét 150 ezerért tud hazavinni. Mit veszel, Malaci? Nem tudom még, bár már nézegettem oldalakat. Igen, egyébként az a lényege, hogy most az, hogy 20% kedvezmény van valamin, ami alapból is van, vagy tényleg 70, azért az nem az mindegy. Tök igazad, ebben tök igazad van. Hát a túlzás, amit ti mondtok, az ellen mi is vagyunk a Lacival, tehát hogy ne vegyél föl azért hitelt, hogy a 70 colos helyett 80 colos legyen. De erről szól a fogyasztói társadalom. De ez meg az ember, hát ez az ember döntése. Szerintem rohadtul manipulálva vagy, rohadtul azt gondolod, hogy ezen feltételekhez kell kötnöd a boldogságodat. A fogyasztói társadalom nem szól másról, mint hogy vedd meg, fogyasz, cseréld le, ne szereld meg. Ugye ezt igen, de ez az ember azért, tehát hogy... Igen, hogy de ezen feltételes dolgokhoz... Azt lehet manipulálni, akinek ilyen a jelleme, aki olyan értékrendszer alapján él, hogy manipulálni tudja egy ilyen ünnep, hogy gerjeszthetnek benne úgy egyébként teljesen indokolatlan igényeket, amiket aztán ő elmegy ma, és kielégít. Nem, higgyétek el, egy átlag embernek az örömforrás az, hogy... De ez nem kérdés, ez rendben is van. Miért fekete péntek a fekete péntek? Tehát ez kinek fekete péntek? Az embereknek, hogy megint költségek a magukat? Mert a kereskedelemnek nem fekete péntek, ezzel a színnel jelezték, tehát feketével jelezték magát a leértékelt árat, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy így van, tehát már igen. Aha. De egy és ezen termékekre ilyenkor hitelt tudsz felvenni? Igen. Szerintem ugyanúgy. Na, ezt is érdemes lenne egyszer egyébként megnézni. Egyébként érdekes lenne, hogyha telefonálna egy kereskedő, aki mondjuk műszaki cikkekkel kereskedik, hogy ezek a 30-40-50%-os leárazásokon mennyi haszna van még így is? Mennyi haszna van, illetve mennyi a hitel? És tudod mi? Szerintem megdöbbentő lenne még így is. Tehát 300 ezer forintos tévé 150 ezerért, és még arra is felvesz hitelt, mert érted? És nem az a baj, hogy felvesz hitelt, mert szegénynek nincs más lehetősége, hanem megint itt van ez a csapdahelyzet, hogy kellene nekem a 150 ezerért azért, hogy hitelt vegyek föl, és akkor az nagyon jó, hiszen mi történik? Nem kell kifizetnem. Mi történik? Egy óriási csapdahelyzet, hiszen akkor neked nem kell pénzt átadnod. A hitel, a törlesztő részlet, ami majd jön, majd, az mind azt szugerálja beléd, hogy most jelen pillanatban nincs pénz. 0%. Vidd el, mekkora csapda? Menj el, vegyél egy hűtőt 0%. Elviheted ingyen. Nem érti az átlag ember. Hatalmas csapdahelyzet, hiszen nem, hogy jön majd a nem történik semmi, és ingyen elviheted. És addig jut el, hogy ingyen elviheti. És nem méri föl, hogy aztán jön 30 ezeres vagy 40 ezeres csekk havonta. És nem feltétlen biztos az ő hibája, nem tanulta, nem képezték ki erre, nem is tudja igazán, nem méri föl jól a saját lehetőséget, de közben kicsit igen, az ő hibája is. Érted? Bizony. Szóval, hogy ez nagyon, nagyon baromi nehéz. És közben érti az ember, hogy ezt miért csinálják, bárcsak mindenki óriási meg tudná venni hitel nélkül. Téket hát és az elmúlt évek azok gyakorlatilag erről szóltak, tehát az egész magyar társadalom számára az elmúlt évek egyik sarkalatos pontja, sarkalatos kérdése, problémája volt ez, hogy rengetegen verték magukat hitelbe, és nem, egy csomó nem tanulnak ebből. És ezek a személykölcsönök, ezek ugyanolyanok, ugyanúgy visszafizetendő kölcsönök, mint bármi más. Amúgy én pedig azt mondom, hogy ha már van fekete péntek, és hogy Amerikával példálozunk, akkor itt is legyenek 70%-os leértékelések. Na, és akkor biztos, hogy vannak, nem? 50. Ahova szerettem volna. Tehát, de most komolyan. Legyen 70%-os, mert egyébként a 20-30-al meg tudod, mit kezdhetsz? Igazából semmit. Vannak évközben is áfamentes napok például, amikor 27% rögtön leugrik. Az emberek nagy része nem tudja elszámoltatni a számlát, olyankor egy áfamentes napon bemész, kifizeted a nettó árat, és ugyanott tartasz, mint Black Friday-kor. Igen.
Jó, hát telefonál valaki, aki a kereskedelemben dolgozik, és tud nekünk erről többet mondani, hogy mi a hatásmechanizmus ennek, hányan vesznek föl ilyenkor hitelt, hányan nézik azt, hogyha 200 000 helyett 80 000 egy tévé, még azt is hitelből aztán majd kifizetem, ezek lennének az érdekes számok, illetve valójában erre nem fogunk választ kapni, de hogy hány ember az, aki tényleg azért veszi meg most, mert nem engedheti meg magának, és hány ember viszont azért veszi meg, mert megengedhetné, csak egyszerűen most megveszi. Aztán jön a törlesztő része, de igazából nem az a feltétele, hogy ő nem tudta volna megvenni teljes áron, csak most ez egy lehetőség, és akkor költsünk még, és cseréljük nagyobbra, meg még újabbra, tudod. Szóval baromi nehéz ez. 7:30 úgy pontosan 3 perccel várunk SMS-eket. A téma egyébként szerintünk nagyon érdekes, úgyhogy ha valaki szeretne hozzászólni az időn, nekünk jönnek Ákos legfrissebb hírei, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. A fekete péntekről beszélgetünk, arról, hogy mit lehet ilyenkor venni, mit kell venni, kell-e egyáltalán venni, jó-e a hitel, kik szorulnak rá, kik veszik, mekkora csapdahelyzete valójában, vagy csak mi értékeljük úgy. Mindenki erről vitatkozik itt még itt a megszólások közepette is, hogy ki az, aki könnyen beszél, ki mond mit, ki miért gondolja ezt vagy azt. Nagyon érdekes élethelyzet szerintem. Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy nem azon emberekről beszélgetünk nagy részt, akik valójában ma tudják megvenni, és az év többi napján nem, hanem azokról szerintem, akik az év többi napján is meg tudnak venni. Valamit csak most belemenve ebbe a csapdahelyzetbe azt hiszik, hogy baromi jól járnak, és közben nem vagyok ebben biztos, hogy annyira jól járnak. Jó, ti a túlköltekezés, az értelmetlen lecserélés ellen küzdötök. Nagyon szép, de tévút. Ez jó. Figyelj, ez is érdekes. Nézd meg, ugye, én is kérdeztem, miért fekete péntek, aztán Ákos elmondta, hogy pontosan ennek a történetét nem tudtam, hogy a kereskedők beírják, hogy ugye feketével, mert hogy ilyenkor valójában buknak. Tehát ez régen Amerikában tényleg arról szólt, hogy elszórják az el nem adott terméket, és nem akarja, hogy rajta maradjon. A főkönyvbe beírja, hogy bukott, és van egy másik könyv, ami beírja, hogy igen, nyers. De nem akarja, hogy rajta maradjon a hűtő, és azt mondja, hogy vidd el 20%-ét, csak már ne bukjak, vidd el. Na most azért az is jó lenne, ha egyszer valaki nekünk elmondani, hogy ez itthon hogy zajlik. Mert szerintem közel sem jár annyira jól egyébként az átlag vásárló, mondjuk itthon, mint amennyire ő azt gondolja. Érted, mire gondolok? Hogy nincs itthon, nincs 70%, mondjuk, hát most hogy 20-30 van, én nem tudom. Odaadod, most csak mondok egy példát, van egy kiló narancs. Odaírod, hogy 300, nem veszi meg senki. Odaírod, hogy 550 áthúzva, és marad az ár, hogy 300. Aha. Nem ez történik valójában, mert lejjebb viszik. Tehát valóban van egy áresés. Csak kérdés, hogy mennyi volt a termék eredeti ára? Vagy hogy mennyi volt egy hónappal ezelőtt a termék eredeti ára? Ja, hogy akkor ez a csapda benne, ugye ez a beugrató, ez hogy a beugrató. Te már azt látod, hogy hiába reálisan gondolkodsz, hogy 550-nél nem veszek narancsot, ugye? Igen. De látod, hogy 550-nél 300, tehát megveszem 3-ért. Két hónappal ezelőtti árakat, 3 hónappal ezelőtti árakat nem tud senki. Aha. Kereskedő lennék, tudod mit csinálni? Azt hiszem, hogy itt van ez a tévé, mondjuk 300 000-ért. Fekete péntek előtt egy hónappal megemelném mondjuk 15%-kal, vagy 10%-kal az árát. Aha, lenne mondjuk 350 körül. 350, és utána azt mondom, hogy a fekete pénteken nálam megveheted mondjuk mínusz 15%-ért. Aha, tehát 3 én megveszem. Mi történik tulajdonképpen? Én 10%-kal megemeltem az árát, majd behirdettem, hogy ez a tévé nálam 15%-kal olcsóbb, de csak 5%-ot bukol. Persze, de egy hónapig meg egy darabot nem adsz el belőle. Nem tudják az emberek az eredeti árat. Van ilyen. Hát ezért nagyon jók ezek a különböző internetes összehasonlító portálok, ahol például azt látod valahol egy műszaki áruháznak az internetes felületén, hogy ez a tévé le van értékelve. Szépen fogod a tévének a típusát, beírod mondjuk ebbe az összehasonlítóba, és utána pedig azt dobja ki, hogy gyakorlatilag máshol szállítás nélkül is ugyanannyiba kerül. Csak ennek a fekete pénteknek nem ez a hívószava, hanem az, hogy akciós. Vagyis mire appellál, hogy elhiteti az emberek, hogy te sokkal jobban jársz. Valóban utána néztél? Valóban tudod? Vagy csak egyszerűen hallgattál egy ilyen elsődleges ösztönre, hogy ez most olcsóbb, nekem ez jár. Ez most olcsóbb, nem hagyhatom ki. Ez most olcsóbb, nekem kell, hiszen olcsóbb. De mennyivel? Valójában annyival? Valójában tényleg van benne annyi, amennyivel olcsóbb, érted? Próbálok meg, illetve értelek. És most nem értelek, arról beszélünk, ember, akinek nincs más lehetősége, igen, hanem az a 80%-ra. Nem működik. Hát ez nagyon kevesen vannak ilyenek. Neked is volt már az életedben olyan, amikor tudtad, hogy nem szabad belemenni, hogy nem szabad megvenni. Persze. Most ezzel jársz például, de érted? Most is egy ilyennel jársz. Érted? Hogy de vannak olyan vágyak, amire azt mondja az ember, hogy basszus, tessék, megveszem. Nyilván lehet anélkül élni, nyilván lehet tovább menni, és ez persze, meg egy szerintem egy jó alkalom.
Ebbe abszolút igazad van, ezt kell venni. Én arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy hányan indulnak el ilyenkor otthonról. Fekete péntek. Fogják meg kisasszonykájukat. Konkrétan valamiért, és hányan indulnak el kóborolni, és esnek bele valamibe valódi szándék nélkül. És szerintem ez is egy nagyon nagy szám. Érted? Aha, tehát hogy nem akartál vásárolni, nem de akarsz. Meglátod, és hazaviszed. És elindulsz, és megveszed. És okoz egy pillanatnyi kielégülést, de nem volt valódi vásárlási szándékod. Csak jött a fekete péntek, ezt nyomják. Elindul. Aztán majd veszel valamit. Jó, de ez hétköznap is megvan azért. Tehát bárhol vásárolsz, meglátsz valami olyasmit, amire egyébként de hétköznap nem lenne szükséged, vagy nem vetted volna meg. De hétköznap kevésbé. Hát itt van a leértékelés, itt van az akció, itt van a fekete péntek, itt van, hogy olcsóbban megkaphatod. Hát ma erről szól minden. Induljunk el, aztán hát, ha találunk valamit. Van egy hallgatónk, aki a kereskedelemben dolgozik. Hát, ha tud nekünk egy-két csapdahelyzetet elmondani. István, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szervusztok, Morning Show! Hello! Kereskedelmi vezetője vagy egy híradás technikai cégnek? Így van, évek óta a kereskedelemben dolgozom. Akkor ez nektek ma jó nap, vagy ti is erre ma készültetek? A cégetek, vagy az a lánc, ahol dolgozol? Én már nem egy láncban dolgozom, én egy gyártói képviselőben, úgyhogy nekünk nem annyira jó nap, de elmesélem azt is, hogy miért. Most nagyon sok mindent elmondtatok már abból, amit szerettem volna. De mondd, mert a te szádból sokkal hitelesebb. Az, amit te mondtál, Balázs, ahogy egy hónappal előtte leviszik az árakat, azt nagyon jól megcáfolták a Feriék, nem tudják egy hónappal ezelőtt levinni, mert valóban csökkenne drasztikusan az értékesítés. Felvinni, tehát egy hónappal előtte felviszem 10-zel, majd leértékelem 15-tel. Tehát nem szokták egy hónappal előtte fölvinni az árat, körülbelül egy-két nappal előtte viszik fel az árat, azt is mondjuk esetleg két lépcsőbe, hogy ne vegyék észre azt a fajta változást, ami itt megtörténik. Egy picit visszakanyarodnék, tehát ennek az legelső lépcső a Black Friday-nak, ez ugye az áfamentes vásárlás volt, ezt 4-5 éve kezdték el az áruházak. Az azért volt izgalmas, mert ott csak egy 27%-ot kellett csökkenteni, és azt is úgy csinálták, hogy nem az egészet az áruház nyeri be, hanem azt mindig felezték a beszállítókkal. Tehát ez egy nagyon jó kis trükk volt, ne csak az áruház veszítse el az árését. És előtte egy-két nappal egy olyan 5-6-8%-ot emeltek a termék árán, vagy ahogy mondtam, két lépcsőben, és akkor nem volt egy látványos emelés. Aha. És ebből engedték el azt a valós 27%-ot, és ahogy mondom, egyébként be is felezték azokkal, akik beszállítanak az áruházakba. Viszont ez egy nagyon érdekes dolog volt, hasonló a Black Friday-hoz, megrohanták az áruházakat, mert egy 27%-os kedvezmény az nagyon hívogató volt, és az soha nem volt előtte. Viszont abban nagy hibába estek, hogy ezt először egy évben csak egyszer csinálták, utána már ahogy egyre jobban ugye kereskedelmi, meg értékesítési lázban égett minden egyes eladó pont, egyre többször kellett megismételni, hogy jöjjenek azok a bizonyos értékesítési számok, és az embereknek az inger küszöbe egyre jobban emelkedett, és már nem volt elég azt, hogy 27% kedvezményt kapjanak. És ekkor kezdett el begyűrűzni Magyarországra egyre jobban ez a Black Friday, hogy akkor hozzunk egy olyan napot, amikor akár adunk 50-60-70%-os árkedvezményt. Azért ez kevés helyen van, ez a 70%. Ebben teljesen igazad van, tehát, és ráadásul nyilván azt is tudni kell, hogy ez limitált, tehát csak egy darabot vehet belőle, bizony. Nagyon kevés cikkre érvényesek ezek az árengedmények, úgyhogy nyilván nagyon meg kell nézni. De itt is ugyanazt a trükköt alkalmazzák, ha nem is emelnek olyan túl nagyot, és hát nyilván elnézést kérek azokért, akik nem, mert nem általánosíthatunk. Biztos, hogy van, aki valóban megadja ezeket a kedvezményeket, és az árat sem emelik. Persze, nyilván olyan is van, persze. Napokon. De ez egy abszolút bevált dolog, és abszolút használják. Tehát emel egy 10%-ot, majd enged mondjuk egy 15-öt, de akkor csak 5-öt bukik. Vagy emel 20-at, enged 10-et, és akkor mint amint 10-10-10. Körül van, szerintem ugye? A Black Friday-nél egy picit többet engednek, tehát az mivel tényleg egyszer van egy évben, itt ez egy valós kedvezmény, és azok, akik ilyenkor vásárolnak, én tényleg azt gondolom, hogy jól járnak, és jobban járnak, mint máskor az évben. Arról nincs esetleg neked valami összesítésed, vagy amikor még ezen a területen dolgoztál, hogy hányan vesznek föl ilyenkor hitelt, vagy hány a vásárlók közül, most nyilván nem exakt ez a dolog, és nem lehet mondani, és nem reprezentatív a bármilyen szám, amit mondasz, csak kíváncsiságból, hogy még ilyenkor is ugye nem KP-ra veszik meg, hanem hányan hisznek abban, hogy majd most jönnek az ünnepek, meg tudom menni, aztán januárba beesik a csekk, majd csak lesz valami, kitermeljük. Tehát, hogy még ilyenkor is hányan adósodnak el?
Pontos számot arról nem tudok mondani, hogy hányan vesznek hitelt. Az egy tapasztalat volt, hogy azt láttuk, hogy amikor ilyen kedvezmény volt, akkor a hitelesek száma is drasztikusan háromszorosára, ötszörösére megnőhetett. Tehát jellemző volt az, hogy a hitelt adó intézetek ilyenkor megtöbbszörözték a hitelt adó kollégáknak a számát az adott pontokon, hogy bírják azt a fajta terhelést. Abszolút igaz az, hogy nagyon sokan nyúlnak ilyenkor hitelhez, és próbálnak hitelből vásárolni. Hát ezért kell nagyon észnél lenni egyébként, igen. Abszolút. Persze, mert a kezdeményezés jó, csak az embernek mindig megvizsgálni, hogy ez miről szól valójában, igen. Most mivel foglalkozol? Ahogy mondtam, továbbra is a kereskedelemben dolgozom, csak a gyártói szinten már, úgyhogy ez a, mondjuk azt, hogy mi állítjuk elő a termékeket, és mi juttatjuk el az emberekig, hogy használhassák. Figyelj, ezt, és örömet okozom. Lehet, hogy nem tudsz válaszolni, de érdekel, hogy mondjuk van egy 300 ezres tévé. Azon mennyi az áruház vagy a lánc haszna? Tehát, hogy ha reális áron adnátok, valójában mennyit ér ez a tévé? Érted, hogy mit akarok kérdezni? Tehát megvesznek az emberek 250-ért, 3 kilóért egy tévét, alapjában véve mennyi annak a valódi értéke, ha mondjuk leszámoljuk, hogy a cég, a behozatal, stb. Az mennyit tesz rá? Érted, mit kérdezek? Hogy mennyi hasznotok van, vagy volt? Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy egy termék az mindenkinek annyit ér, amennyit ő hozzá gondol. Hogyha most ezt forintosítani szeretnénk, akkor megnézhetjük, hogy mondjuk egy nagyon márkás autó, azt mennyire állítják elő, és mire végigmegy a láncon, az mennyi lesz a vége. Azért jelenleg az elektronikai termékeknek az ár, és az valóban elmondható, hogy nagyon beszűkült az elmúlt időszakokban. Mert hogy... egyre több a versenyző, egyre több gyártó foglalkozik akár TV, akár hűtőszekrény, akár bármilyen más terméknek az előállításával, és az a versenyhelyzet addig abban a helyzetbe kényszerítette be a terméket előállító és forgalmazó cégeket, hogy igenis egyre jobban szorítják le a saját áréseiket, és ez egy nagyon rossz helyzet szerintem. De minden egyes kereskedő, aki nyit egy új boltot, annak az az első lépése, hogy menjünk le mindenki alá árba. Mert akkor én sokkal többet fogok eladni, mint a többiek, pedig ez nem igaz. Nyilván az ára csak egyetlen egy meghatározó tényezője a termék értékesítésének. És amiről a Jani is beszélt, az lett a másik nagyon izgalmas dolog a kereskedelemben, az online, hisz ahogy mondta a Jani is, vannak ezek az összehasonlító portálok, és azonnal meg lehet nézni, hogy egy adott termék hol mennyiért kapható. Ez a jelenlegi bevásárló centereknek egy nagyon-nagyon nagy ellensége, hisz az történik, hogy neki ki van állítva a termék, bemehet az ember, megnézheti, megfoghatja, majd utána felmennek egy online értékesítési összehasonlító portálra, megnézik, hol a legolcsóbb, és ez van a vásárlókérés, ez nagyon helyes. Abszolút. És egy dolgot, ha már itt vagyok, és ez nem reklámnak fog minősülni, egy dologra hagy hívjam fel mindenkinek a figyelmét. Ha nagyon nagy az áreltérés két ugyanolyan termék között, egy dolog mindig jusson eszünkbe. Nézzük meg azt, hogy milyen garanciális idő van mögötte, mert én nekem az a tapasztalatom az elmúlt 15 évből, hogy egy 8-10 éve nem számított az embereknek a garancia. Megvettem, elromlik, majd lesz vele valami. De egy ideje, mióta egyrészt az átlagfizetések sem olyan magasak sajnos, egyre fontosabb lett az embereknek a garancia kérdése, és én igenis azt gondolom, hogyha valaki egy ilyen értékű készüléket vesz, akkor legyen annak tudatában, hogy ez egy Magyarországon kereskedelmembe hozott termék, magyarországi garanciális szerviz van mögötte, mert nagyon-nagyon sokan megégették magukat azzal, hogy megvettek egy több százezer fontos készüléket, és vagy eltűnt meg mögötte lévő kereskedelmi lánc, vagy utána hónapokig garanciális szenvedés. Ezek jó hírek. Köszönjük a jó tanácsokat. Tehát ma elmegyek Black Friday-ezni, megnézem, hogy magyar garise, és előtte összehasonlítom az interneten az árát, és hogyha Black Friday-on ma, amikor elmész vásárolni az olcsóbb, jó? akkor megveszed. István, köszi! Jó vásárlást! Hello! Igen! Tehát, ennyi, tehát okosan kell, persze. Igazatok van nektek is, de nekünk az SMS-ezők nagy többségével együtt picit jobban van igazunk. A Black Friday-jal kapcsolatosan nézni kell, abban Jánosnak van igaza, észre kell dönteni, abban Balázsnak. Kiosztottam mindent, ugye? Nagyon jól elmondtad. Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, szia! Szia! Zoli, hello Zoli! Zoli vagyok. Zoli, honnan hívsz minket?
Hát én jelenleg most Németországból telefonálok. Ó, ja. Egyébként debreceni születésű vagyok. És mit csinálsz ott Németországban? Egy hónapja munkanélküli vagyok, úgyhogy most jelenleg házi asszony vagyok itt, ha kedvesen dolgozik, töltött káposzta, fők, sül a kenyér, ilyesmi. De mit dolgoztál, vagy mit csináltál? Hát egy tömítéseket gyártó cégnél dolgoztam, minden a lakóhelyemtől egy olyan 20 kilométerre. Én kevertem össze ugyebár az alapanyagokat, a vegyszereket, aztán elég káros volt, úgyhogy ott hagytam, mert már húlott a hajam a sok egyszer. Atya Isten. Na figyelj, játszunk egyet. Hát, ha sikerül ezt egy ajándékcsomaggal kicsit, hát, hogy is mondjam, feldobni a napodat. Jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj. Reptér? Hát. Vonatállomás. Valami. Gyártósor. Gyártósor, igen. Tudom. Jön az ének. Figyelj, egy rövid részletet fogsz hallani. Mutatjuk. Figyelj, Zoli. Na. Ajjajjajjajjaj. Hát ez elég rövid volt. Igen. Jön még egyszer, hallgass meg. Na. Fogalmam sincs, kételet. Talán egy hosszabbat, hogyha meghallgatok. Hosszabbat, jó. Oké, mutatunk egy hosszabb részletet. Na. Igen. Igen, tudom a dalt, azonnal majd mindjárt meg is lesz. Figyelj, hallgass meg még egyszer! Na. Ha jól tudom a dalat címe, vagy van benne egy ilyen részlet, hogy Kiss Me Baby, van mortár. Egy jó kis Britney Spears. A Britney Spears így van, arra gondoltam én. Igen, Lolikám. A dal részletben. Igen, ez a Hit Me Baby One More Time, ez egy Britney Spears, talán az első nagy slágere, ezzel jött ki ő. Így van. Aha. Kivettük a bögrét, de minden más benne van, jó? Hát a bögrét nagyon sajnálom. Hát. Vegyetek ki minden más, a bögre maradjon benne. Az nem tudunk mit csinálni. Jó? Na jó, rendben, nem alkudottok rendben. Küldjük neked majd, adj meg valami magyar címet, hogy hova küldjük. Oké, rendben, köszönöm a játékot, ciao. Szevasz. Hello. 2 perc van, pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 4:09 van pontosan, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, hello Jani, hello Feri. Hello, drága hallgatók. A hét utolsó napja meglehetősen borongósan indul, országszerte esik az eső, hűvös van, 1-2 fok. Ónos eső nagyon sok helyen, ha valaki most indul valahova, esetleg gyalog, vagy indítaná nagymamáját, nagypapáját, szüleit, esetleg mondja meg nekik, hogy nem biztos, hogy ma jó, ha elindulnak, sok helyen csak eső van, néhány helyen azonban ónos eső, és a kettő nagyon hasonlít, mindenhol vízes az út, de mégis megtévesztő, úgyhogy mindenki menjen óvatosan, ha valaki nem túl rutinos vezető, talán jobb, ha ma nem ül autóba, rengeteg baleset, dugó és közlekedési káosz mutatja az ónos esőt. Úgyhogy lehet, hogy ma talán aki megteheti, jobb, ha otthon marad, vagy nem ma indul el STK-ba, vagy orvosi rendelőbe, védőnői tanácsadásra, mit tudom én. És még egyéb helyeket is tudnánk mondani. És ezt tízig tudnánk sorolni, igen, közben, hogy kihoztál ebből az örvényből, amiben saját magamat kevertem, igen. Szóval, hogy igen, ónos eső van. Reggel 7 óra óta állok Solymáron az Osannál, ez katasztrófa. Most 4:90, gyerekek, Niki küldte nekünk. Az Orci úton két autó összecsúszott a posta előtt, aztán Óbudán a temetőnél busz versus villanyos lop, egy sávra szűkül, ezért extrém, az amúgy is megszokott dugó a tízesen. Jaj, szegény tízes útiek gyerekek, az nagyon kemény. Mentős angyal küldte nekünk a Lajos-Mizsei vonalon, 58 percet késnek a vonatok a nyugati felé. Bosnyák tér, Nagy Lajos kereszteződésében sárgán villogó lámpák. Májki küldte nekünk. Százas úton a Zsámbéki kihajtónál két autó ütközött, és Álmosdon szakad a hó, valamint igen, az óbudai balesetet sokan elküldték, úgyhogy ott is tényleg, ahogy mondtuk, nagyon nagy a káosz. Utálom ezt az ónos esőt. Sok mindent szeretek a télben, de ez az ónos eső, ez egy megbocsáthatatlan vétke a természetnek, nem? Egy olyan találmány, mindennek van értelme. De tényleg. Tehát ha a fúj a szél, érted, legalább tisztább lesz a levegő. Ha eső jön, áztatja a földeket. Ha hó jön, betakarja a földet, és megvédi a termést. Mindennek van értelme, amit a természet kitalál. Az ónos eső az egyetlen olyan dolog, ami a természet egyik nagy tévedése. Totál gáz. Megindokolni a természet nem tudja, ha egyszer találkozom vele, megkérdezem. Ott a természet. Aztán
már meg nekem, mi? Én mindent értek, mindennek van értelme. Mit csinálsz az ónos esővel? Hogy azt miért hoztad létre? Azért, tényleg? Hogy ahogy a nyugdíjas elesik szegény, igen, szegény, de tényleg, akkor ne üsse meg a földet. Ja, hogy védi az anyaföldet. Kemény réteg van tehát rajta. Comnyaktörések, lábtörések, koccanások, és tényleg mindig alázattal figyelem a természeti jelenségeket, mert azt gondolod, hogy egyszer létre jön, és a föld megmutatja, hogy milyen erős, és ez így van rendjén, legalább helyre teszi az embert, nem? Az egóját, a viselkedését, és azt a fajta pusztítás, amit a földön csinál. A föld megrázza magát, és megmutatja, hogy ha-hó, még mindig nem ti vagytok itt az urak, vagy az úr. De az egyetlen dolog, amit nem tud megindokolni. Jó, akkor a villám is ilyen. De még a villámban is van. Mert abba látsz. Fogd meg, vadázd le, szelidítsd meg, van. Használd energiaforrásként, gyere rá, hogy mit mutatok meg neked a villámmal, mind olyat hozok létre. Hogy falatálva beléd csap. Olyat hozok neked létre, amit villamos energia művekben, atomerőművekben se tudsz ekkora energiát létrehozni. Ha megszelidített, használd, odaadom neked. Tehát ez a természet üzenete, aha. Nem? De az ólos eső, az ólos esőnek eső csak mi? Egyetlen értelme van, hogy Tóth Gábor tudjon egy onszintet is mérni. Hogy Tóth Gábor és társai kimenjenek, igen, és onszintet mérjenek, szóval hogy az tényleg egy tévedés egyébként. De sok helyen esik. Úgyhogy gyerekek, tényleg mindenki figyeljen, és vigyázzon magára. Na, Timi kérdezi, hogy mikor lesz retro nap megint. Lesz, még szerintem ebben az évben. Átnézzük a tracklistát, amit a múltkor leadtunk, és nyilván nem ugyanazokat a számokat, de szerintünk ki december 21-22-e körül, amikor már zárjuk az évet, csinálunk egy jó kis retro napot. Az nekünk is jó, sok zene megy, keveset beszélünk azoknak, akik nem kedvelnek bennünket. Még jobb, mert nem hallanak minket sokat. Jó? Hétfőn vagy kedden. Retro. Tehát, hogy a karácsonyi retródalok lesznek? Hát, az a baj, én azt annyira unom, mert eleve minden rádió ezt csinálja karácsonykor. 66-szor lejátsza a George Michael-től a Last Christmas, vagy a Ventől, meg... Aha. Jó, akkor az ne legyen. Dehogy is. Head away, it's my life. Nem. Ráadásul az doktorálva. Majd keresünk olyanokat, amiket még nem adtunk le. Na, és van egy eljegyzés promónk, ugye? Illetve egy játékunk. Bizony, mert hogy három darab gyémántgyűrűt, brilliáns módra csiszolt gyémántgyűrűt fogunk kisorsolni a jövő héten. Ráadásul úgy, hogy egyikünk kimegy majd ahhoz a párhoz, ahol az egyik meg szeretné ezzel a gyűrűvel kérni a másiknak a kezét. Eljegyzés kukac@klasszfm.hu, ide kell megírnotok a saját sztoritokat, írni némi nemű kis levelecskét, meg bemutatást a kapcsolatotokról, a páratokról, a szerelmetekről, és aztán mi majd szépen eldöntjük, hogy kit választunk. Igen, nagyon helyes SMS-ek jönnek egyébként, meg pontosabban e-mailek. Barátnőmmel a válás után ismerkedtem meg, is nagyon szeretném. Évek óta nem merem megtenni veletek, talán megtudnám. Már miután elváltak egymástól, azután ismerkedtek igen, meg igen. Valójában. Nem, rossz mondat, tehát barátnőmmel a válásom után ismerkedtem meg. De nem ugyanaz a barátnője, mint az ex. Ez megnyugtató. És ő még egyszer bel akar lépni ugyanabba a folyóba? Hát ha most jobb ki lesz. Ki akar házasodni már egy válás után? Szerintem vannak így egy páram. Vannak. Én nem váltam még el, mondjuk nem is házasodtam. Nem a párkapcsolatról beszélek, a házasságról. Hogy egy házasság után lehet boldogan is élni. Szépen, csendesen, ez egy projekció. Ez egy projekció. Ez most a mostani házas emberek projekciója, hogy válás után tulajdonképpen mit csinálna. Az emberi természet tudod milyen? Nézd meg. Nem mondom. Hülye vagyok, nem filozálni. Állandóan tudnék itt filozofálgatni. Állandóan. Mit csinál az ember? Nézd meg. 30 évesen férhez mész, megnősülsz. Csinálsz egy gyereket. Igen. Rájössz, hogy nem működik. Elválsz. És újra működni kezd. Jön egy másik nő, és előről indul az egész. Hát, mert működhet, azért a második még lehet jó, vagy a harmadik. Hát, de aztán megint csinálsz egy gyereket, megint rájössz, elválsz. Hogy nem működik, és megint elválsz. És aztán lehet, hogy találsz harmadikre is egyet. Tehát önmagadat. Csinálsz egy gyereket, megy körbe-körbe. Ugyanaz a játék. Ugyanaz a játék. Na tehát, ki az okos, aki ármunk közül nem házasodott még meg? Feri! Igen. Na mindegy, szóval van, aki belelépne ugyanabba a folyóba. Igen. Aztán van, aki agitálja a párját, de a párja nem kéri meg, ezt Magdi küldte nekünk, hogy ő nő, és most már magához veszi a kezdeményezést, és megkéri a párja kezét, szóval nagyon jók vannak. De azért rajtunk nem múlik, mi adunk három darab gyönyörű szép gyémántgyűrűt, hogyha meg akarjátok kérni a kedvesetőket, akkor megkérhetitek, és mi nagyon bízunk abban, hogy a jövő héten néhány csodálatos pillanatnak leszünk majd itt a fültanúi. És remélem lesz egy nem is.
És olyan van, hogy ellenőrizzük fél év múlva, hogy elveszi feleségül, vagy mert ez ugye most csak eljegyzés, annak esküvő kell, hogy kövesse. Tehát akkor azt szeretnéd, hogyha aláírnának majd egy kötelezvényt, igen, hogy akkor visszaadják a gyűrűt, ha esetleg nem történik már a kész dolgó. Nem rossz egyébként, nekem ez szimpi. És aztán osztozom. Mert hát világos, de így a nyereményvadászokat ki tudod zárni, hogy aki csak egy émány gyűrű nem egy rá. Érted? Csak akkor van, ha megházasodsz. De legtöbben nem mernének írni. Tehát azért az eljegyzés az még egy ilyen könnyű dolog, tudod, az még visszavonható. A házasság az már melegebb. Egy nagyon érdekes történetet láttunk tegnap, ami felkerült az internetre, és érdemes róla beszélni, mert szerintem sokan sokféleképpen cselekednének ebben a pillanatban. Talán voltak is már néhányan hallgatóink közül ebben a helyzetben, és tudnak nekünk írni, hogy elmondanák, hogy velük mi történt. Egy miskolci bankrablásról van szó, nem tudom, hogy láttátok a videót, megnyitottam. Fantasztikus a dolog, arról szól, hogy a rendőrség közzétette azt a szerdai esetet, amikor is egy miskolci bankrabló behaladt november 26-án délelőtt 11:30-kor egy takarék szövetkezett fiókjába, és simaszkal az arcán, pisztolyjal a kezében elkezdett hadonászni, és ki is rabolta a bankot. Igen ám, csak hogy nem számított arra, hogy jön egy nő, aki hát kezébe veszi az igazságszolgáltatást, és ott van már a videó, tudjátok nézni, kezébe veszi az igazságszolgáltatást, és harcra kell a bankrablóval, aki egyébként pisztolyjal a kezébe rohangál bent egy fekete bőrkabátban. Azt tudjuk, hogy ez a nő ez alkalmazott volt, vagy nem, Kuncsapt volt, figyelj, mindjárt megjelenik a nő, mutatom a videót, a Pali ugye össze-vissza rohangál, csak úgy, mint számos bankrablós filmben, föláll az asztalra, a pisztolyjal a kezébe, látszik, hogy totálisan zavarodott, izgul, ideges, nem egy rutinos bankrabló, és fegyver van a kezében. Egy picit cáfolnálok, mert az elején, hogyha megnézed a videót, akkor az ember mutatja is, ahogy csőre húzza a fegyverét, tehát, hogy ugyan, hogy fél profinak tűnik egyébként a fickó, mert megmutatja nekik, hogy igazi pisztoly, és csőre van húzva. Igen, csőre van húzva. Megérkezik egy nő, aki ott áll, ő a bankrablás közben egy pillanatra megállítom, teljesen nyugodtan éppen melyik sorszámot húz a bankban. Pénzbefizetés, kifizetés, csekk feladás, vagy az nincs. Hitel, pénzberakás, utalás, bármi. Elkéri a sorszámot, megkapja és észreveszi, hogy bankrablás történik a bankban. A bankrablók megnézi, hogy mennyi pénzt sikerült elrabolni, reklámszatyorba teszi a pénzt, és elindul a kijárat felé. Ekkor a nő őt kiszúrja, odalép hozzá az ajtónál, fogja a kabátját, és elkezd vele verekedni, gyerekek. És egyébként a pisztolynak a markolatával olyat kap a néni. A néni kap egy hatalmas pofont szegénykém, húzza a bankrablót, és itt jön a lényeg, hogy eléri azt, hogy lerántsa róla a maszkot. De nagy. Miközben egyébként a rendőrség elmondása szerint a férfi megütötte az asszonyt, sőt, a rendőrség közlése szerint közben egyszer el is ütötte a fegyverét, de a bátor asszony állítólag könnyű sérülés szenvedett. Dulakodnak az ajtóban, verekednek, a nő egy bevásárlószatyorral, a kis táskájával, és ott az ember már maszk nélkül, totálisan jól látható, beazonosítható, óriási két napon belül meg lesz. Igen. Hatalmas bal profil. Hogy... Csak hogy egyébként segítsük a rendőrségnek a munkáját, a police.hu-n megtekinthetitek a fotót is, és a videót is teljes terjedelmében. Aha, ez marha nagy segítség egyébként, tényleg. Látszik, gyakorlatilag igen, látszik igen, az ember. Igen. A néni nem gyenge. A néni nem kis szó átvitt, és valódi értelmében sem, mert azért ez a húzakodás. Látszik rajta, hogy ugyan vékony testalkatónak írják le a férfit, de nem egy gyenge testalkatú ember. És olyat birkóznak ott, olyan állóküzdelem alakul ki a néni és közte, ráadásul úgy, hogy a néni nem engedi a kis nejlon szatyrát, mert hogy abban van nyilván a bevásárolt kis elemózsiája. Olyat bunyóznak, és szerintem egyébként akkor kattant el a néni, akkor pattant el benne az a bizonyos úr, amikor fejbe nyomták a pisztolynak a markolatával. Igen. Kapott egyet, és abban a pillanatban mi van? Kiugrottak az izmok. Nézzük meg ezt az adott élethelyzetet, hogy mi vagyunk ott. A pénzed biztosítva van, nem a te pénzedet veszik el. Tehát a bank garantálja a pénzedet, ez egyértelmű. Aha. Tehát nincs értelme hősködni, ugye? Tehát nem arról van szó, hogy a sajátodat kell megvédeni. Hogy mi futhatott át vajon a néni agyán, ezt ugye nem fogjuk tudni. Hát, ha hallgat minket az ő hozzátartozója, ne adj Isten, esetleg el tudnánk hozzá jutni, vagy valaki ismeri ezt a hölgyet, azonnal lépjen velünk kapcsolatba, jó, hívja Annát, írja nekünk SMS-t, a legjobb lenne, ha megtalálnánk. Istenem, mekkora szerencse lenne. De hogy
Én elgondolkoztam ezen, valószínűleg nem csinálnám ezt. Nem, hát. Eszedbe jut, hogy két gyereked van, eszedbe jut, hogy ott van valami félbolond, ott van egy csőre húzott fegyver, neki állnál verekedni egy bankrablóval egyébként, hogy megakadályozd erős igazságérzeted miatt, hogy ő elmenekülhessen? Vagy hát mi ráadásul vezéleted? Lesz is mondják, még a biztonsági őröket is úgy, ha én jól tudom, úgy képzik, igen, hogy azt mondják, hogy ha már fegyver van nála, ha már ott van, akkor ne. Tehát akkor tehát szépen feküdj le a földre, mert baj lesz belőle. Most előzd meg, persze. Igen, előzd meg a gondot. Ne legyen tűzpárbaj. Így van, vigyel a pénzt, aztán menjen a francba. Hogy itt mi munkált ebben a hölgyben, el nem tudom képzelni. Nyugdíjas biztonságtechnikai szakértő volt, aki tudta, mit csinál. A helyi karateklub elnök nője. Gyerekek, ráadásul egy nő. Nagyon. Tehát ugye láttuk a múltkor 3 hónappal ezelőtt az általam imádott és nagyon szeretett kis biztonsági őr bácsit, aki szaladt a bankrabló után. Figyelj, én imádom, nekem azóta is a kedvencem, ha valami rossz kedvem van, hogy nyugos vagyok, el van mentve a kedvencekbe az a videó, én azt otthon megnézem, és azt mondom, hogy mégse olyan szörnyű az élet. Igen, neki szaladt szakmája. A bácsi utána, valahol a Deák téren vagy a Madács téren, neki a szakmája. De a néni... A néni mit akart bizonyítani? Egy csőre húzott fegyvere, hogy mi a lélektana? Én rám soha nem fogtak fegyvert, hál' Isten. De hogy iszonyatosan bátor. Szerintem pont ez lehetett. Tehát, hogy fel se fogta, nem, magát. Szerintem igen. Nem fogta fel azt, hogy milyen következményei lehetnek ennek a dolognak. Benne, az ők is igazságérzete munkálkodott. Itt van egy ember, kirabolta ezt a bankot, ezt meg kell akadályozni, bűnöző. Ez a rabló vagy tolvaj, kapják el, stb. És akkor rögtön valaki 2-3 mindig utána erednek az illetőnek, és elkezdik üldözgetni. És a néni is valószínűleg jelentett, és nem volt benne semmiféle félelemérzet, nem volt kellemetlen szituáció korábban, amiben belekeveredhet. Lehet, hogy egyébként a következő ilyen alkalomkor, amikor már leesett benne a tantusz, akkor már nem csinálja. Amikor már tudja, hogy milyen az, amikor fejben nyomnak egy pisztollyal, nem csinálja, vagy nem fogja csinálni, ne is csinálja. Igen, nem is néni, most itt sokat nézzük, de hogy ő egy ilyen 50-es nő egyébként, többször megnéztem, még, tehát nem is arról van szó, hogy a nyugdíjasokban ugye az van, hogy átmennek a kereszteződésen pirosnál az úton, elmúlik a veszélyérzet. Ez biológiailag kimutatják. Uh-huh. Egyszerűen bennük már ez nincs valahogy, hogy az ember idősödik. Ez egy 50-es hölgy. Hölgy egyébként, aki azért átgondolja, a gyerekunoka, stb. Tehát nem is egy 70 éves túlvezérelt nyugdíjas nénikéről van szó, akinek már minden nincs benne veszélyezet, agyon ber a táskájába. Majd meg. Ugye ők ilyenek? Tehát, hogy erős az igazságérzetük, kevesebb a félelemérzet. De ez egy 50-55-ös nő körülbelül. Az lehetett, hogy ő pénzért jött a bankba, tehát ment bevásárolni lányának, unokájának karácsonyi ajándékot venni, és azt látja, hogy elviszik a pénzt. Tök mindegy, hogy az övé vagy nem marad bent bankban pénz, tehát nem tudsz kivenni. Érted? Amíg a rendőrségi eljárás lezajlik, amíg nem hoznak újra pénzt, addig nincs bent a lóvé a bankban, mert elvitte a rabló bácsi. De ezzel annyira felhúzta magát, érted, hogy mindent elfelejtett. De lelőnek. Tehát kapsz a mellette két golyót. Le is, ráadásul ugye ezeknek a pénztáraknak a nagy része olyan időzárral védett, valószínűleg csak annyit tudott elvinni a bankrabló, amennyi ott volt kirakva a kasszába. Ja. Én ezt az egész bankrablást egyébként megfejtettem, gyerekek, hogy ezt hogy lehetne megakadályozni. Hogy ezt miért nem csinálják, azt nem tudom. Hát bent ül egy biztonsági őr egy kamera mellett, egy kamera mögött. Én lehet, hogy ennek biztonságtechnikai oka van. Hogy bezárnád az ajtót. Hogy bezárod az ajtót. Látod, hogy bejön a bankrabló, és abban a pillanatban tudná az ember, hogy hiába jön be a bankba, ki lenne írva, hogy abban a pillanatban, hogy bankot rabol, bezáródik. Nem tud kimenni. Az életbiztosítása miatt van, hogy inkább hadd menjen, ne öljön meg senkit. Igen, de mert ha tudja a bankrabló, hogy nem tud kimenni, egy idő után nem menne be. Hát, lenne egy zsiniprendszer, látom, kirabolják a bankot, én ülök egy kameránál, fölül egy szobába, és abban a pillanatban záródik az ajtó. Egy idő után leszoknának róla. Emlékezz vissza Nels Pruitban, ugyanígy volt minden egyes bank, nem tudom, hogy voltál-e a szembe lévő plázában. Ráadásul dupla záróajtó volt, amit neked be kellett csengetned, vagy kártyát lehúzni bementél, és ha ott baj van, akkor az bizony záródik. Még néhány magyar bankban is van ez a zsiliprendszer, hogy csak úgy tudsz belépni, ha mögötted egyébként már csukódik. De hát itt miért nincs ilyen? Nem? Egyszer bezáródik az ajtó. Aha, ha minden bankban lenne... Akkor nem csinálná egy idő után, nem lenne rablás? Szerintem az a baj, ezt már beszéltük egyszer, hogy a bűnelkövetésben az, hogy mivel fognak majd büntetni, az nem zavar téged. Mert azt mondod, hogy úgyse fognak elkapni. Tehát itt mi történne? Bemész, kirabod a bankot, biztonsági őr bezárja, és azonnal lelősz mindenkit, mert te majd kinyitod, szerintem. Igen. Hát érdekes, hogy mit találtál? Kaptam egy SMS-t. Hogy? Kaptam egy SMS-t a monitora, és megírta, hogy általunk nagyra becsült és szeretett nagymuter, az ő nagymamája egyszer a 85-ös buszon ütötte a botjával azt, aki inzultálta a buszvezetőt, mert félt, hogy elkésik a személyzetről. Látod? Valaki belekötött a buszvezetőbe, erre a nagymuter odament, és elkezdte ütni a botjával. Na, ha valaki volt már ilyen helyzetben, rengeteg dohányboltot raboltak ki, postán dolgozók, dohányboltban dolgozók, élelmiszer
vagy vendéglátóipari egységekben dolgozó, benzinkúton dolgozók, amikor bejöttek, fegyvert fogtak rá, ki akarták rabolni, mit csinált, mivel beszélte le, mit mondott az elkövetőnek, le tudta-e beszélni, vagy éppen kirabolták, mi történt, keresünk ilyen hallgatókat. Jó, 555-5500 ez a telefonszám, ha esetleg valaki ismeri a miskolci hölgyet, vagy hozzátartozó, vagy együtt zsúdózik vele, vagy tudja, hogy kinek a kie, csak hívja már föl bennünket, vagy írjon nekünk SMS-t, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a nénit mi vezérelhette, mindig nénizem, pedig nem nézni, tehát hogy a hölgyet mi vezérelhette, illetve tényleg, ha valaki volt már hasonló helyzetben, hogy kirabolták, érdekel bennünket a lélektana, hogy mi játszódik le benne, ha fegyvert fognak rá, és inkább megakadályozza a dolgot, vagy hagyja, hogy kirabolják. Most elsősorban nem biztonsági őröket keresünk, jó? SMS számunk változatlan 0670 645-0000, jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy miskolci hölgyről beszélgettünk, aki a mi kis napi hősünk, mert hát elképesztő, hogy mit csinált, ő ugye megakadályozott egy miskolci bankrablást, illetve pontosabban sikerült a bankrablás, csak letépte a maszkot, verekedni kezdett, szegényre rá is lőttek, és a polisz.hu-n láthatjátok a felvételt, a rendőrség feltette, hát ha tud valaki nekik segíteni. Fontos lenne, hogy tudjuk segíteni a rendőrség munkáját, de nagyon helyes a hölgy, és hát nagyon bátor. Semmi nem zavarta. Szóval semmi. Férfiként arról beszélgettünk, hogy valószínűleg nem ugranánk egyébként fegyveres ember elé, hagynánk, hogy elvigye a pénzt, és nem kezdenénk el verekedni, kockáztatva, hogy meglőnek, meghalsz, tehát az egész tényleg nem ér ennyit. Közben rájöttem az ötletem, hülyeség, hát ha bezárod a bankot, tényleg írják sok, hogy tuszokat szerez, akarva akaratlanul a bankrabló, tehát inkább menjen el, aztán majd a rendőrség megtalálja. Az lehet jó, hogyha két ajtó van, közt egy kis térre, és amikor mennek ki a pénzzel, akkor tik-tik mind a kettőt bezárt, szevasz, haver. Igen. Láttam egyszer egy olyan videót, ezt lehet, hogy ti is láttátok, hogy az ember bement benzinkutat rabolni, és kifele tépi az ajtót, és tépi, igen, és igen, azt hiszi, hogy bezárják, és 5 percen keresztül tépi az ajtót, maga felé húzza, ugye? Kijönnek a rendőrök, és rossz irányba tolta a hülye az ajtót. És a rendőr az ajtót. És bennyit, a hülye meg azt hitt, hogy bezárták, leül, kezében a szatyor, és megvárja a rendőröket. Azt. És annyira be volt éppen az adrenalintól, hogy a hülye nem tud, elfelejtette, hogy nem húzni kell az ajtót, hanem meg kéne nyomni. Nagyon jó. Igen. És leül, és ülve megvárja a rendőröket. Na, egyébként írta nekünk egy hallgatónk, hogy hát ismeri a hölgyet, méghozzá ez a hölgy, ez egy postai alkalmazott, és mondom mindjárt, hogy ki ő Miskolcon egy postai alkalmazott. Legalább a keresztnevét írja meg. A keresztnevét hagyd tudjuk, tehát Marika Superwoman, vagy nem tudom, valami, úgy szeretném tudni. Picit ilyen szakmai vonal is volt benne. Tehát, hogy beleérezte magát a helyzetébe most azoknak az ügyintézőknek, akik benn voltak éppen a bankban. Igen. Kicsit a kollégáit védte. Igen, nyomozunk egyébként a szám után, azt írja, hogy a mostoha anyukám munkatársa, a bankrabló verőnéni, a Miskolci egyes számú posta dolgozója. Tehát gyerekek. Isten, csak hős, oda teszem be a pénzem, hol a Miskolci egyes postára járok ezután. Ha ilyen alkalmazottak vannak, képzeld el, hogy a sajátját védi, már a posta becsületét. Hát. Ott lehúzza az alsónadrágját a rablónak. Meg ott élve nem ment volna ezt. Igen. Na, van egy hallgatónk, Attila, ugye kerestünk olyan embereket, akik vagy dohányboltokban dolgoznak, trafikokban, benzinkúton, akikre már fogtak fegyvert, hogy egy ilyen éles helyzetben az ember mit csinál. Ugye, mert a néni nagyon tényleg ügyes volt, hős volt, de hogy és az emberek... szerencsés, tegyük hozzá, igen, nagyon szerencsés volt. Mert hát, ugye, ha az a lövés eldördült, amit te mondasz, az őt is eldördült. És ezért valójuk őszintén kicsit meggondolatlan is. Igen, de hát valószínűleg igen, ott nem gondolt. Tehát itt van Attila. Hello Attila, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Na, te benzinkúton dolgoztál 1,5 éve, és rád fogtak egy pisztolyt, ugye? Igen. Megállt egy úriember tankolni, mint szokás szerint a benzinkúton, nem mondom ki a cég nevét, de az a szokás, hogy oda kell menni az autókhoz, hogy különböző feladatokat tehát elvégezni, hogy keréknyomás, stb. Semmi nem kellett, neki tankoltak, majd utána egyszer csak gondolt egyet, hogy láttam, hogy be akar ugrani az autóba. Hát ez meg is történt, és így az autó elé álltam. Erre a sofőr odaállt elém, jó, akkor integetett, hogy menjek, nem mentem, majd utána a másik kinyúlt az ablakon egy pisztollyal, és így mondta, hogy már pedig ő most el fog menni. Én meg jó zsebre tettem a kezemet, azt mondtam, hogy én is, aztán így elballagtam. Azt a mindenit. Tehát ő fizetés nélkül akart ugye elhajtani, úgy tankolt meg, és akkor végül is az lett a dolog, hogy azért te föladtad, tehát nem nagyon harcoltál. Persze, okos is. Autó előtt állva egy pisztolyjal, felét hadonászva,
Hát ott már nem igazán szeretett volna az ember hősködni. De ezt te ott nem nagyon gondoltad át, ugye? Tehát akkor inkább van egy, mert ez egy ezred másodperc, amikor előveszik a pisztolyt és rád fogják, hogy már pedig mi elhajtunk, akkor nyilván te nem gondoltad végig, hogy jaj, akkor most hős legyek, ne legyek hős, inkább azt mondja az ember ilyenkor, hogy oké, elmegyek, ugye? Hát persze. Tehát az ember azért megpróbálja a munkáját 100%-osan végezni, de attól függetlenül, mikor már egy ilyen szituáció szembe jön, és van családja az embernek, akkor egy tanbenzinér azért. Igen, tehát mondjuk még pár ezer forintért, most persze az ember a cégért dolgozik, de azért többet ér. Milyen érzés volt? Emlékszel rá, hogy hát, abban a pillanatban milyen érzés volt, hogy rád fogták a fegyvert? Hát igazából szerintem az ember ilyenkor nem gondolkozik semmire, tehát csak ösztönösen cselekszik, hogy ha már ráfogják a fegyvert, akkor hát mindegy, hogy mit mondasz, az fog történni, és az ember meg automatikusan cselekszik. Hát igen, érdekes élethelyzet, igen, hát sokan mindenki máshogy reagál, vagy reagálnak. Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Nagyon szívesen. Sziasztok, további szép napot. Ciao, hello. Balázs, a bankajtaját nem zárhatják be, hidd el, de így van, személyi szabadság megsértése miatt az ügyfelek pánikba esnének, írja Gyula, milyen érdekes élethelyzet, nem? Hogy... Igen, mert ugye mi a rablóban gondolkodunk, de ott van még. Ott vannak az ügyfelek, igen. Este támadtak meg az utcán, éreztem, hogy bajban leszek, ahogy közeledett, amikor elkapott ösztömből ellenálltam, és elkezdtem leordítani a fejét, és elengedett. Másnap este majdnem elkaptuk, jól megkergettük, többet nem jött. Ezt Márti küldte nekünk. Egy benzinkúton dolgoztam, keszthelyen fegyvert mutatott a kabátja alatt, hogy adjam oda a kassa tartalmát. Bátorságot vettem, és kiröhögtem, megnyomtam közben a pánik gombot, látta, nem félek, elfutott, pedig majdnem összecsináltam magam. Szerencsém volt, ez Deni küldte nekünk. A feleségem egy betérő után szaladt éjjel az udvarból, az utcán át, rózsaszín pizsomában, hóesésben mezitláb üldözte. Szegény betörő... víziószerű. Szegény betörő meglepődött, miután leteperte. Az mennyire durva. A néni biztos azt kiabálta a rablónak. Az ilyenek akarják elvenni tőlünk a Szulejmánt. Azt sem hagytuk. Lehet. Igen. Én egy trafikban dolgozom, és nemrég raboltak ki késsel. Először azt gondoltam, hogy viccel valaki valamivel, mivel egy kisvárosban élek. Akkor vettem csak komolyan, amikor 2 méter áll tőlem. Szégyen nem szégyen, lefagytam, a gombot se tudtam megnyomni. A rendőrök gyorsan elkapták őket, nem szeretnék beszélni. Sziasztok! Egyébként a legtöbben nem akarnak beszélni. Igen, sok mindenkit hívott vissza, de nem akarják elmondani. Na, van egy hallgatónk még, Imre, aki ilyen helyzetekre készít fel dohányboltban dolgozókat. Imre, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Te ezekre képzed ki a dohányboltban dolgozókat többek között? Mármint nem a rablásra. Igen. Húzzátok a símaszkot, húzzátok a fegyvert. Na, mit csináljon ilyenkor egy civil? Hát ez most már egyre többször előfordulhat, hogy dohányt vásárolsz, bejön valaki egy símaszban, bankban vagy, kirabolnak, fegyvert fognak rá, tehát tényleg tiszta Amerika kezd lenni a Magyarország. Mégis mit kell ilyenkor csinálni? Ugye, azt most nehéz megmondani, hogy civilek mit csináljanak. Ugye mi alapjában cégeknek tartunk képzéseket, tehát pénzintézeteknek, trafikoknak, tehát olyan ügyfélszolgálatban dolgozó embereknek, akik ki vannak ennek a helyzetnek téve, tehát elég nagy a valószínűsége, hogy rablási helyzetnek bekerülnek. Gyakorlatilag mi szituációs helyzetekbe hozzuk őket, tehát magyarán a tréning keretében kiraboljuk őket. Na, akkor nézzük egy ilyen szituációt. Nézzük ezt a szituációt például, ami itt is ebben az esetben megtörtént. Bemegy egy ember, simaszk van a fején, a kezében ott van egy pisztoly, jelzi az alkalmazottaknak, hogy ő ezt a pisztolyt csőre húzta, és utána pedig ki akarja őket rabolni. Azt mondja, hogy adják át a pénzt. Te ilyenkor mit mondasz az alkalmazottnak, mit tegyen? Hát leginkább próbálja meg együttműködni, tehát semmi esetre se próbálja meg megakadályozni a rablást, illetve próbálja megfigyelni minél jobban, hogy mi történik. Tehát például hova teszi le a kezét a rabló, hogyha adott esetben nincsen rajta. Vagy vannak olyan pontok például, amihez lehet viszonyítani, hogy milyen magas a rabló, adott esetben van-e rajta tetoválás, tehát próbálja meg minél jobban megfigyelni a helyzetet. Bár ez nagyon nehéz, mert azt tudni kell, hogy a rablásban résztvevő személyek, tehát a rabló is, meg akit kirabolnak is, ugyanabban a stressz helyzetben van, tehát egy ilyen beszűkült látásmód, vagy látás jön létre, tehát nagyon ilyen csőlátás jön létre.
És gyakorlatilag ugye maga az, hogyha többször gyakorolja egy képzésen, tehát többször végigmegyünk az anyagon, akkor ezt a beszűkült látásmódot lehet szélesíteni. Azért ezt nem mond nekem, hogy egy ilyen tréningen te azt mondod, hogy akkor most eljátszok a bankrablást, megijesztem magukat, az ugyanaz, mint hogyha élőben menne. Hát ugyanaz. Igen? Ugyanaz az érzés jön? Ugyanaz az érzés, és ugyanazok a csőlátás jön be. Volt olyan képzés, ahol a bankfióknak a biztonsági őrét beleavattuk egy ilyen program keretébe, beleavattuk. Tehát ő nem a dolgozó, tehát nem az ügyfélszolgálatos, hanem a képzett, ugye, biztonsági őr. Beleavattuk a szituációban, és amikor elkezdtük a tréninget, akkor azt láttuk, hogy az őrnek gyakorlatilag remegett az ember. Nagyon-nagyon bele tudják magukat élni az emberek. Tehát én igazából azt látom, és azt gondolom, és az lenne jó, hogyha senki nem avatkozna bele a rablási helyzetbe, hanem inkább a nyomozók munkáját segíteni utána az információkkal. Gyakorlatilag minél többen túlélik az ilyen rablást. Ugyanis ma Magyarországon nem lehet tudni azt, hogy a fegyver az éles vagy nem éles valójában. Hogynem. Ilyenkor arra felkészítitek, hogy mit mondjon? Tehát, hogy tudja a rablót megnyugtatni, hogy nyugodjon meg, átadok minden. Nyilván ilyenkor a verbalitás nagyon fontos. Vagy vannak-e olyan bevett mondatok, ami segít egy pánikba esett bankrablónak, aki fegyvert fog egy másik emberre, hogy minél gyorsabban elvigye a pénzt, ne alkalmazzon erőszakot. Vannak ilyen kulcsmondatok ilyenkor? Hát leginkább az a legjobb, hogyha nem mondanak semmit, hanem megpróbálnak együttműködni, ugyanis nem lehet tudni azt, hogy éppen egy-egy rossz mondat az nem hergeli föl jobban a rablót, és tényleg mondjuk egy túszhelyzet, hogy egy komolyabb, véresebb helyzet alakul belőle ki. Tehát az a legjobb, hogyha együttműködve asszisztálnak a rabláshoz, most nem tudom ezt ebben mondani. Illetve azért azt tudni kell, hogy egy ilyen rablás azért ilyen 30 másodperc, másfél percen belül leszokott zajlani, tehát nagyon gyors. Úgyhogy, Tehát nincsenek kulcsmondatok, vagy nincs megoldás. Nincsen. Tehát akkor csak annyi, hogy működjön együtt a bankrablóval, illetve nézzen olyan támpontokat, nézzen olyan jellegzetességeket, amik aztán a később azonosítást elősegítheti. Így van. Tehát ez a legfontosabb. Tehát az a baj, hogy ebben a szituációban én is megnéztem a videót még tegnap este, ugye mi azért alapból elég sok ilyen videóhoz hozzájutunk, vagy hát amit ugye rendőrség vagy itt ott közé tesznek, mi is nézzük. Az a baj, hogy ezekben a szituációkban bármi megtörténhetett volna utána. De hol volt a biztonsági őr a bankból egyébként? Nem feltétlen van látható helyen, tehát sokféle bank sokféle módszerrel védi az embereket, nem feltétlen, és egyre jobban azt látom, hogy nem preferálják ezt a biztonsági őr kérdést. Én nem akarom az őröket bántani, vagy bármi, de én azt gondolom, hogy nincs is helyen. Nem igazi segítség. Tehát nem tudok olyan rablást mondani, 2009-ben volt ugye a nagy rablásoknak az időszaka itt a Magyarországon, amikor a bankokat gyakorlatilag két hetente rabolták, vagy három, most nem tudom. Én nem tudok olyan helyzetet mondani, amiben az őr hatásosan meg tudta volna állítani. Ellenben volt olyan, hogy kilőtt a körútra az őr a rabló után például. Atya Isten. Mondjuk 3-4 hónapja volt az a bácsi, aki üldözte a Madács téren. Ő egy nagy kedvenc, megakadályozta, dulakodás volt. Utána rohant, ugye? Egy nagy szaladás. Az utcai kamerák rögzítette. Szaladt a bankrabló, és egy fél perccel utána szaladt a bácsi. Nagyon helyes volt. Őt nagyon szereti. Jó poén, de igazából azért ezek egy életveszélyes szituáció. Nyilván, persze. Köszi, hogy elmondtad, Imre, jó munkát nektek. Érdekes volt, amiket mondtál. Köszönjük, ciao. Hello. És hasznos is, ez szerintem teljesen jó. Igen, érdekes jó. Élethelyzet, és az a durva, hogy fel kell erre készülni. Tehát nem tudhatod, hogy mikor vagy egy olyan hivatalban, bankban, tényleg dohányboltban, ahol egyszer csak ez ott melletted, abban az adott helyzetben megtörténik. Te mit keresel egy dohányboltban? Na húzzál már, és én szokjak le a cigiről. De tényleg. Te fogsz majd ott állni. Téged keres, mert látja kint az Alfát a bolt elő. Szegény dohánybolti alkalmazottak azért. Hogy elhúzzam azért. Képzeld el úgy bemenni minden nap, hogy tudod, hogy célpont vagy. Vár az utóbbi hetekben, mintha mondjuk éppen most raboltak egy dunavarsányi dohányboltot, de mintha lecsengőben lenne, kopogjuk. Kicsit lehetett. Csendesebb volt, kicsit ez igaz. Igen, csendesebb volt az elmúlt pár hónap. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hármasugrást játszunk valakivel, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Gábor, hello, honnan jössz minket, Gábor? Budapestről, mit csinálsz? Építkezésen, vasbetonszerelés. Vasbetonszerelés, kinek lenne a csomag?
Hát kislányomnak tenne. Jaj, de helyes, hogy hány éves? Januárban 6 éves. 6 éves, és mondta, hogy apa, ma próbáld meg. Igen, igen. Tényleg? De aha. Helyes. Úgy engedett el, hogy ma esetleg betelefonálsz, vagy mit mondod? Hát mondta, próbáljam meg. Mi kell neki igazán, vagy mit szeretne nagyon? A bögrét nagyon szeretnék. De hát az nincs. A hármas ugrásban nincs most bögre? Ott szerintem ott óra van, nem? Óra a harmadik, és hogyha jövő héten játszottál volna velünk, mint ahogy ez mindenkire is igaz, jövő héttől a hármas ugrásban pasztartó mellé klassz sapkát és sálat, illetve klassz karácsonyfa díszt fogunk adni. Képzeljétek el, kézzel festett üveggömbjeink vannak. Mi magunk mázoltuk 10 után. Igen, a kis kezünkkel. Annyi, hogy jövő héttől ugye ezeket nem írjuk alá, tehát egy kicsit változik a dolog, viszont sapka, sál, karácsonyfa dísz, igen, igen. Na, de még ezen a héten ugye hát ez a hagyományos, vagyis hát nyakbalkasztó, pasztartó és óra. Óra, egér alátét. Milyenek a kérdések, Jani? A kérdések? Hát, szó-szó. Most így nem biztatnám a kedves játékosunkat nagyon. Ha érted, mi a célsz. Hát ez... Igen. Nagy lendületet nem adtál, az biztos. Na, meglátjuk. Mehetünk? Nem, menni fog. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik bolygó kapta a nevét a római mitológiai főistenről, vagy római mitológia főistenéről? A Vénusz. Jupiter. Figyelj, most akkor melyik? A Mars. Na jó, hát nem, most amíg bemondtad... Még nagyobb bajba keverted magad, igen. Igen, most a kettő közül még esetleg bemondtad volna gyorsan a Jupitert, akkor a kislányra való tekintet elfogjuk, de hogy mondtál egy harmadikat, hát ez... Mondtam egy harmadikat, igen, hogy elkítasz ez a harmadikat. Római mitológia főistenéről, ugye? Róvai volt mind a három, csak az egyik a szépségé, a másik a hadisten, a harmadik volt, illetve hát a középső volt a jó válasz a Jupiter. Igen, az elsőt meg se hallottuk, ha még egyszer rámondod a Jupitert, elfogadtuk volna. Én is örültem volna neki, hogyha Vénusz a főisten, mert akkor... Más lenne a világ, mi? szebb világban élnénk, tehát. Igen. Aj, ez gyors volt. Nem baj. Picit kapkodtál. Gábor, hogy hívják a kislányt? Lili. Lili? Lili, igen. Szerintem. Valamit, nem? De gyerekek egy kislány, nem? Egy pasztartó. Hát, és így akkor, van. Ha a jövő héten lesz, én nem akarok ellene menni. De te szoktad, tehát, hogy... De most hazamegy egy apuka ma délután. Ott van Lili a 6 éves születésnapjára. És azt mondja, hogy apa, hoztál valamit? És sikerült, apa, csillogó szemmel a gyerek. Megcsinálta. Értem. És én azt mondja szoktam. Majd... Azt mondja majd Gábor, hogy nem. Igen. Meggyőztél. És azt mondja, hogy Lili, miért te tudtad valahogy, hogy melyik bolygó kapta nevét a római mitológia főistenére? Jupiter, miért? Te is tudod. Ugye apa, te is a Jupiter mondtad, ne. Te hülye vagy, apa. Ó, ezt nem tehetjük. Figyelj, meg. Mondok valamit, a jövő héttől úgyse fogunk már egér alátéteket adni. Legyen egy dedikált egér alátét a kislánynak. Figyelj, hát, én addig dedikáltad, de adjunk dedikáltat. Ja, jó. Csak őjülök, ezt eszik már játszunk, erre. Játszunk ki? Jó, figyeltad. Akkor jó, és én még láttam bent a Balázsnak egy kinyúlt pulóverét, még a és Ferének is volt ott 2 üveg bor. Azt szívesen adom egy 6 éves kislánynak. Gábor, egy dedikáltahoz mit szólsz? Nagyon megfelelne. Na jó. De bögrét szeretett volna vinni a kislánynak, csak mondom. Jó van, na azért ne legyünk túl érzelgősek. Egy dedikált egér alát itt Lilinek, jó? De csak most, mert ilyenek vagyunk. Jó, Gábor? Nagyon köszönjük. Küldjük, köszi. Köszi. Ciao. Hello. 4:10 van pontosan, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, Bello. Hello. Sziasztok, jó reggelt. De jó volt ez a kis Madonna. Tök jó azért hallgatni néha ilyen kis régebbinek mondható, patinás előadóktól származó nótákat. Mi van vele? Szereti. Hát... Ki a Madonna? Hát mit csinál? Nem tudom. Biztos most az idejét múlhatja valamelyik 20 éves táncos barátjával. Annyira jó arc, hogy így tolja. Én annyira bírom, hogy 60... Ezt tartja fiatalon. 60 éves, hogy mennyi? Mikor született? Nézzük már meg, számoljuk már ki tényleg, hogy mit ír róla a Viki, hogy mikor született. 60 éves, szerintem van a Madonna. Nem? Hát, igen, 50 felett van, 50 azt mondja, fölött. 58-as, 56 éves. 56 éves. 20 éves palika rohangál. Hát, kiszívja a vérüket.
És tudod, hogy megzabálja őket. Vagy biztos, hogy megeszi őket reggelire gyerek. Biztos vagyok benne. Egész biztos, de tök jó egyébként hallgatni. Tegnap például Queen számokat hallgattam. Képzeljétek el, hogy megjelent most egy olyan album, az a címe, hogy Forever, ez egy Queen válogatás, de nem csak egy szimpla válogatás, hanem olyan Queen számokat tartalmaz, amelyek újra lettek masterizálva, illetve olyan feldolgozás képen, vagy pontosabban olyan változatban vannak a lemezen, amilyenben nem hallhattad még őket sorlemezen. És figyeljetek, amikor hallgatod ezeket az adott esetben 25-30 éves dalokat is, így szólnak, döbbenet jól. Nagyon remélem, hogy beszippantunk majd közülük egyet, kettőt, hármat, ötöt. Japán verzió rajta igen, van? Haz, na, sajnos nincsen, viszont mindegyik ugye Freddyvel van felénekelve, hát természetesen ki mással, vagy ő énekelt őket fel. Fantasztikusak, és úgy szólnak, mint az állat. A legenda visszatér. Egy picit, igen. Gyerekek, tegnap megnéztem a Christopher Nolannek a filmjét. Ő ki? Hogy fájnak nekem. Egy haverja, akitől szokott kapni filmeket időnként. Ja, ő most talán az az egyetlen egy olyan hollywoodi rendező, akinek hát ilyen eseményszámban megy a bemutatója, ami azt jelenti, hogy várják, hogy egy újabb Christopher Nolan film készül most bemutatásra, mert James Cameron az Avatarra megint jelezte, hogy ő most ugye át a legnagyobb ilyen sztárrendező tulajdonképpen Amerikában. Nála a nagyobb szenzáció csak egy új Hitchcock film lenne. Na, őt ismerem, látod? Hát az egyébként valóban eseményszámba menne, igen. Christopher Nolan, hát most mondhatnék filmeket, mondj hogy egyet, miket csinált. Mondj egyet. Batman trilógia. Ja, hát azt tudja, azt ismerem. Vagy az eredet például a legutóbbi filmek, de sokat csinált. Szenzációs. Sokat csinált. Matthew McConaughey-vel csinált most, hogy Matthew McConaughey, sose tudom, hogy kell mondani, hogy hatféleképpen hallom. Matthew-val megcsinált az elmúlt 30 év legnagyobb űreposzát szerintem. A Csillagok között ez a film címe. 3 óra, tehát vigyél rá grill csirkét, kolbászt, mindent, mert hogy nagyon hosszú, nem mint ez a veszély fenyegetne, hogy te eljutsz. Véletlenül se. De tehát, szenzációs a film. Miről szól? Az űrről? Na, hát, hogy vagy, Jani, mi újság? Jó vagy? Szépen meg vagyok. Mellette mit csináltok hétvégén? Mentek valahol? Hát, ha jó idő lesz, akkor szerintem. Az nem lesz. Igen, Feri, az űrről. Hát mi a címe a Csillagok között? Hát akkor űrről. Tudományos, fantasztikus, vagy sci-fi? Tudományos, fantasztikus, igen. Tehát az elméleti fizika egyik érdekes részéről szól, amit kutatnak, de hát sose senki nem tudta megmondani, hogy ez valóban így van, illetve mi van a féreglyukakon, fekete lyukakban. Na de várjál, Ferinek, mi a tudományos, fantasztikus, mert gondolom az, hogy bemegy a moziba, elkezdi nézni a filmet, számolnak benne, van benne egy kis matek, tudományos, nem értem, fantasztikus. A film szenzációs, és kicsit irigy is vagyok egyébként. Nem te találtad ki? Nem, képzeld el, hogy szerintem ti nem fogtok arra beszélgetésre emlékezni, amikor is talán fél évvel ezelőtt beszéltük a földön kívüliekről. És mondtam egy nagyon fura elméletet, hogy szerintem mik a földön kívüliek. És lehúrogtatok, és azt mondtátok, hogy ez valószínűleg nem így van, de hogy az elmélet önmagában nem rossz, mert nekem van egy határozott elméletem róluk. Emlékszünk rá, de megismételnéd, hogy mit mondtál. Hogy az a baj, hogy mindig, amikor felvezetsz egy ilyen jellegű témát, akkor picit olyan, mintha ilyen transzba esnék, és valahol egy másik dimenzióba távozik. Isten őriz, hogy Pataki Attila sorsára jussak, és élőadáson beszélgessek róluk, de valójában nem titok, hogy hiszek bennük, nem kampányolnék arról, vagy azzal kapcsolatban, Barcelonában láttam alakváltókat, de azon emberek közé tartozom, aki azt mondja talán, hogy nem vagyunk egyedül, és talán sok nagy képviség azt gondolni, egy végtelennek tűnő galaxisban egyedül vagyunk. És fél éve beszélgetünk róla, és eszembe jutott, hogy akkor azt mondtam nektek, hogy szerintem a Földön kívülek egyébként nem mások, mint mi vagyunk, akik önmagunknak akarnak egyébként üzenni. És hogy nem idegen civilizációból jöttünk. Biztos van még abból a jó kávéból. Hanem, hogy elméletem szerint mi nem történik más, mint hogy azok a földön kívüliek, akik ide jönnek, és mindenféle modern eszközökkel repkednek, azok egyébként, azok mi vagyunk, az emberiség. Csak mi elfelejtettük azt? Nem felejtettük el, dehogyis, hanem hogy már sok-sok száz év múlva majd képesek leszünk arra, hogy ugráljunk a téridő kontinumban, és visszajövünk önmagunkhoz. És különböző dolgokat a saját magunk kezébe adunk, ami egyben létrehoz egy időparadoxont is, de hogy egyébként meg saját magunk vagyunk. Hát csak szelek a kolbászt még. De sem meggyőződésem. De mit csináltunk? Valamilyen úton, módon lebutítottuk magunkat, hogy mit tudom én, a múltban sokat néztünk a VV-t? Vagy? Nem. A VV-t azt most is nézzük, fejlődünk, hát, szépen. Akkor mikor lesz ebből fejlődés? 100 év múlva már tudunk űrugrani.
és aha, visszajövünk, de most nem 100 évvel előttünk vagyunk, hanem má, a mi a Máté. Na de várjál, de figyelj, hogyha 100 év múlva visszajövünk most arra, és aha, majd bejövünk, vagy bejön saját maga Balázs, és azt mondja Balázsnak, hogy igazad volt, nektek meg nem, mi eleve nem fogjuk tudni, hogy miről nem beszél. Hát az egész biztos, de hogy ő se azt tudja. Ez olyan, mint a soha el nem fogyó kolbászkarika, hogy értsed. A kedvenc meséd, ugye? A gyerekkorodban. De itt üzenünk magunknak, hogy hogy ne pusztítsuk el magunkat, ami egyben egy paradoxon is, hiszen ha tudunk magunknak üzenni, akkor az, hogy nem pusztítottuk el magunkat, tehát nem kell üzenni. De nem is ez a lényeg, a film tulajdonképpen erről szól, hogy egyszer csak valaki elhelyez egy féregjáratot, egy fekete lyukat, egy féregjukat a Szaturnusz mellé, és abban a féregjukban az idő az tulajdonképpen megváltozik, és tudsz téridő kontinuumok között ugrálni az időben. Döbbenetesen érdekes a dolog. Mi a téridő kontinuumok között is? Ugrálni, és hogy ugrálsz. Érted? Mi tudunk magunknak a jelenben üzenni a jövőből. Erről szól a film. De érdekes, nagyon szép film. Szerintem nagyon, nagyon sok jó. Sok ilyen téridő konténer van egymással pár, vagy kontinuum van egymással így párhuzamosan. És akkor tetejükön ugrálol. Ez olyan, mint az ugróiskola, hogy értsed. Igen. Érted? Értem, értem. Én nem zárkozom el a témel maximálisan egyébként, mert én is nyitott vagyok a fekete lyukak iránt, de nem mindent értek. Más típusú fekete lyuk. Na mindegy, jó a film egyébként, érdekes. És ez melyik film? Mindegy, enged el egy, tök mindegy. A csillagok között. Így van. Úgy sem észre, úgyhogy tök mindegy. Uh-huh. De szép film. De biztos te is már beültél véletlenül, nem? Egy Christopher Nolan filmről, mert rosszul olvastad Eledelnek az eredete. Azt találtam egyébként azt a filmet, csak mielőtt teljesen hülyének néznek, hát az is elmegy ez a francba, azzal a pörgős vacakkal a végén. Azt ott hagy a kétséget. De két dolog is megtévesztett, ugye a címe, amit Eledelnek olvastad, és a főszereplő, akit Cabriónak. És két olyan dolog is volt már, ami érdekel. Amivel azonosulni tudsz. Nem, én azért nem szeretem ezt a Nolan gyereket, mert kétségek között vergődve hagyott a film végén. Érted? Ezért jó. Hogy ez most álom, vagy nem álom. De ne, mondja meg ő, hogy ő mit gondol. Érted? És na, majd azok a filmek, hogy mindent a szádba rágnak. Az olyan, amikor kijössz, és azon gondolkozom, hogy most mi van? Igen, hát ez az. De hogy most ez akkor mi volt? De úgy is tudsz gondolkozni, hogy ő csinál egy befejezést neki, hogy ez nem álom, hanem a valóság, vagy a válom, és akkor a valóság nincs. És akkor te tudsz tipródni, mi lett volna, ha a másik van. Érted? De ez, hogy ott pörög, az a har, és te meg gondolkodsz, hogy akkor most mi van vele. Azért nagyon komoly tudom, mert szimpóziumokon biztos másképp beszélik meg ezt a srácok. Dumáljuk már meg, hogy pörög ez a szar. Szerintetek? Na, de szerintük se Lajos. Őszintén mondom. Igen. Na mindegy, jó, nem, de szép film. Itt volt a Júlia az előbb, szóval azt neki, Laci, hogy jöjjön, mert akarok tőle kérdezni valamit. Pisil. Na de eddig? Uh-huh. Hát 9-től. Nem az előbb itt volt, csak erről, megláttam a nagy bogja haját, és gondoltam, hogy bejövő. Kíváncsi, hogy teljesítette a küldetés, hogy volt-e már a turkálóban, igen. Az a beteg a világ, azért tényleg azt kell mondjam. Mert? Hát, hogy leadsz egy használt dolgot. Hát valószínű, ruhák meg magazinok. Mondjuk az se, az se gyenge. Se. Meg a magazin is azért ott. Meg a VHS-t, igen. Na mindjárt, addig egy érdekes hír. Nem, megvárom a Julit, mert tudom, hogy mondani akar valamit. Azt mondja, hétfőn megcsináljuk. Jó. Az érdekes hír. Akkor egy érdektelen hír addig? Jó. Jó, hát csak kérdezni. Azt hittem, hogy mondani akarsz, hogy mit láttál utoljára, mikor volt tényleg őszintén, mikor volt te utoljára moziban? De ne kamuzd. Nem mi volt tudom, én nem emlékszem. Én azért nem járok. Ezt az eredetet láttam, ezt például moziban láttam. Emlékszem, a Feri velem volt még annak idén, azt hiszem, hogy 83-ban a Balassi moziban, Imrén is együtt néztük meg a Ben Hurt. Csak a két sorra lejjebb volt, és azért nem láttam semmit messze alából. Én járok moziban, de valahogy engem nem fog meg ez a se a tévézés, se a mozizás. De itt vannak a fekvő mozik. Most már egyébként úgy hallottam, hogy meg is nyíltak. Megnyílt? Megnyíltak. Nem tudom. Meg. Ugye? Na, Feri. A fekvő mozi PR-re se folyamatosan nyugatott, hogy menjünk el. Az ilyen hedonistáknak találták ki, mint amilyenek te vagytok. Miért csüllök itt sem? Mint amilyenek te vagytok. Nem? Szóval én járok moziba, csak de mi zárva volt a krimo? Tehát sétáltál a körúton, és igen, akkor bejegyzett, hogy ígyunk valamit, valami, nincs, akkor menjünk be a moziba. De úgy, hogy előbb a kis ABC-be vettünk csavaros kiflit, hogy nem úgy volt, hogy a mentél egy kirakatot, észrevetted, hogy mennek bent tévék, mi és oda húztál egy parkipadot. Mi az Isten van veletek ezen a héten? Húzzatok már le rólam! Gyere, béka, mozizzunk! Mi? Összeesküvés, gyerekek! Julinak akarok egy másik küldetést adni. Juli lesz az, aki mindig küldetéseket kap. Ez nem pisi volt, Juli. Életke. Megjött. Juli! Hello! Mondjad.
Állíts feladat elé, főnök. Hol voltál? Voltál a turiban? Nem, Balázs, hát mondom, tehát ezt én hétvégén fogom tudni elintézni úgy, amikor a férjem otthon van, hogy leadom a gyerekeket. Gyerekekkel nem lehet oda menni. Akármilyen jó poén, nem lehet besétálni. Ez a küldetés? Nem. De ezt akkor a másik, nem? Ültél már törpefenyőben? Nem, csak óriás mamut fenyőben. De figyelj, te gyerekeid nem járnak óvodába, meg iskolába? De járnak, hát csak és? De akkor én itt vagyok. Ja, egész nap itt vagy, de, és? Aha. De egyébként meg ez nem reggel 9-kor nyit. Ez valamikor délután nyit. Tehát pont abban az idősában, amikor én elindulok a Lidiért az óvodába. Aha. És hát ott azért az ember eltölt legalább egy órát, nem? Figyelj, kitaláltam egy programot. Menj már el, teszteld már le. Le tudjátok adni a gyerekeket valakinek? Van le. Nagymama, nagypapa, le. Tesó, hát, szomszéd, idegen. Miről van szó? Uh-huh. Hogy van ez a fekvős mozi? Nézzétek már meg, hogy hányan néznek filmet, hányan alszanak el, van-e lábszög, és egyébként hányan szeretkeznek. Jó, azt mondják, hogy nem szabad szeretkezni. Rajtatok kívül. Mi az, hogy nem szabad? Hogy nem szabad mi szeretkezni? Beront valaki, ha nyikorog az ágy? Szerintem néha végigjárnak egy elemlámpával, és nézik, hogy mindenkinek a helyén mit van-e. Mit szabad? Csókolozni és tapizni? Igen, szexelni nem? Én is csak hallottam róla, még én sem jártam ezen a helyen, olvastam róla egy cikket, le kell venni a cipőt, igen, lehet, hogy van egy kis lábszög. Eleve 200 ember leveszi a cipőjét, tehát gondolod. Azért az 400 láb. Az 400 láb, és akkor van a fagyi áthúzva, a telefon áthúzva, meg a szeretkező pár áthúzva, ezt és látjuk majd a mozin. Vagy a fagyi áthúzva, meg a szeretkező pár áthúzva, az nem ugyanaz? Nem. Semmi fagyi. Semmi fagyi, semmi édesség, semmi, semmi. És a pukizás áthúzva. Jó, jó, igen. Teszteljétek már le, nézzen meg. Hány százalékban alszanak el az emberek ebben a moziban? Fekve mozizni, egyébként maga az ötlet jó, de hogy valószínűleg behalszol, nem? Tehát ezen a 3 órás Christopher Nolan filmen én akkorát horpasztottam volna tegnap egyébként, mint az állat, mert fekve jön az inger. De ti tudtok fekve filmet nézni? Fekve filmet nézni? És felnyomhatom a szomszéd ágyat, hogyha ott valami történik? Ez az. De tényleg mi van? Kimehetek, hogy elnézést, úgy érzem, hogy a szomszéd ágyban valami történik. Mondjuk ez annál lenne. Kirongyoltok. Tudod, egy jó belevakuzás a sötétbe, tudod, az irányukba, aztán kirongyoltok mind a kettőt. Nagy fehér. Annát ne engedjétek el ebbe a moziba, mert Anna ott önkéntes rendőrködne végig. Elnézést, tegye le a patogatott kukoricát, ne csokolozzon, nézze a filmet. Annát elküldenéd egy ilyen fekvős moziba, végigjárna mindenki. Mi folyik ott? Igen, az arcám. Igen, mi történik? Világítok elemlámpával. Nem, Anna, te ilyen önkéntes rendőr lennél. Gyerekek, hát ilyen moziba fiatalok járnak. Nem, hát ide azért jársz, elviszed randira a csajt, fekszetek ketten, és ott elindul valami. Mögé söndöröksz. Ott nem indul-e, ha én vagyok, az biztos. Ott rendés vagy. Anna, te 5 perc után alszol egy ilyen moziban. Az 4 órás keléssel hülye vagy? Hát azonnal nincs az a film, aminél ébren tudjak maradni. Anna annyira ijetszedő néni egyébként. Lesz 20 év múlva. De cuki vagy, nem? Annyira, én ezt most is nagyon szívesen. Megcsinált kis őzes csigahaj, kék köpeny, és elemlápa, klasszik elemlápa, lapos elemmel. Hagyják! Biztos! Biztos, hogy ide szól a jegye? Ez az, erre az ágyra szól? Második sor közép? Nem is, én ott a randi heves vérmérséklete miatt, hogy rávettem magam a páromra, akkor ott rám szólnak, hogy ezt ne csinálja, mert nézzem a filmet? Hát de ki nézi meg? De tényleg, ki nézi meg, hogy te mit csinálsz? Hát többi hát, szomszéd. Hát most, ha melletted ott szeretkeznek, akkor te nem szólsz át, hogy te só? Hát ne, mégis hát csak otthon. Kedvet kapsz. Igen, és elindul a hullám, és minden, igen. Óriási római lesz belőle. Közben fekszel, de közben csönd van, de közben senki nem lát, de közben sokan láthatnak, de mégse látnak, a filmet nézik, azért ez ad egy plusz töltetet, nem? Izgalmas. Ugye? Ez egy izgalmas dolog. Elgondolkodtatok már azon, hogy mindig az a rossz érzésem van a moziban, hogy a pattogatott kukoricás kezét az ember beletörli a kárpitba. Hát te, Júli, te törlöd bele. Zokszó nélkül teszem meg. Figyelj, ott van a kezedben, fogdosol ide-oda minden, hogy ott a... Tök igazad van. Ha ül mellettem valaki belé, ha nem ül mellettem senki, akkor az ülésbe. Gyerekek, én ezt bevállalom. De kövezzetek hogy, meg. De én olyan ilyen szinten... ágyban ott vannak a párnád a fejed alatt, és lecserélik. Akkor érzed... Lecserélik. Minden előadásnál igen. Cserélik? Mm-hmm. Jön az ágy, nem üt húzó néni. Housekeeping! 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 De akkor ide mennyi lesz ide a jegy, srácok, hogyha itt párnát cserélnek, meg ágy nem van, meg... húzatot, meg kárpítos jön. Hát mennyi lesz? Minden előadás után. Hát pedig tökéletesen akartam a jegyszedésem. Ha én tiszta vagyok, nem eszem, nem iszom, és fürödtem, és nem igen. Csak semmit, akkor is lecserélik utána? Le. Hát akkor az még kétszer oda még fekhet. Ha most nem, tudom, hogy jönnek utánam a feléjék, akkor ti még belefekedtek. Hát simán. Én nem csinálok neked. Én így dörzsölőzni. Nem, mondjuk én tényleg nem helyezek el legényfoltot. Hát akkor utána még jöhetsz, Jani. Akkor én elhelyezhetek kétszer a gyerekek, olyan szépen fogalmazom, hogy ez van, gyerekek, senki nem tud belekötni. Így van. Legényfoltot vagy leánypecsétet. Így van, senki nem tud belekötni. És itt 300 ember fekszik majd mezítláb? Igen, és olyan lesz, mint a svédeknél, hogy a végén van egy ilyen
hát egy ilyen műanyag vacak, amire ráteted a lábadat, ugyanúgy ott cipőben fekhetsz föl, de hát akkor is. Tehát, én tegnap is levettem a cipőmet a moziba, hárman voltunk, én mezitlám néztem. És feltetted az előző ülőnyakát. És feltettem az előttem található ülésepeletetek. De utálom az ilyen bunkókat már, most tényleg ne haragudj. De nem volt el a mozi. De akkor is, hát oda ül, aztán majd máshol te a lábadat nyugtatod. Hát ne, hárman voltunk Balázs, a moziba. Volt egy bácsi, aki szerintem megint elnézte és rossz filmre jött. Ő szerintem valami francia drámát akart megnézni, a felénél kiment, valószínűleg vagy hosszú a volt. Vagy neki. A lábad miatt. Ketten maradtunk, tiszta volt a lábam. Levettem a cipőmet, és ugye ezek a magas mozik, ezek a multiplex mozik, ahol már egy fél méterrel lejjebb volt. Aha. És én rátettem a lábam az előttem ülőre, de nem ült senki. De elmész vendégségbe valaki, azok ott is fölteszed a lábad a másik széknek. Ne haragudj, a karácsonyi szenteste vendégeskedés és egy üres mozik között. Hát mi van különbség? Én is föltettem, mint ahhozad. De biztos volt, hogy hátra szóltak, hogy Sebestyén, ez mégiscsak a karácsonyi mise. Legyen kedves, legyen már a lábait a vállaimról. Hát de most én ekkora paraszt vagyok. Hát nem akarom kifoglalni. Egy üres moziban. Szépen akkurátusan levettem a cipőm, és feltettem. Fölteszitek a lábatokat egy üres moziban? Nem, de ő a szobába is fölszoktam, mert nem láttad, múltkor a kávécsészéknél volt a lába. Ó, oh, és abból ittunk másnap? Igen. Júli, te vagy az én emberem. Nem teszed föl egy moziban a lábad, levettem a cipőmet kultúráltan, és feltettem, de nem az oknál, csak a bár. Fölteszem, de nem veszem a cipőmet. Na, ott van. Fölteszi, és nem veszél a lábát. Nem, de te úgy teszed föl, hogy fölteszed a tetejére, én ugye hát, tehát hogy hátul a karfán. Igen. Honnan tudod, hogy hogy teszem föl? Hát sosem mozisztál velem. Hát egyébként nem, csak a szerkesztőségben láttam. Egyébként tényleg a tetejére teszem. Feldobott lábakkal. De ha ül előttem valaki, nem teszem föl. Viszont ebben tudod, milyen jobb az ágyas moziban, hogy én ezt rettenetesen utálom, amikor a hátam mögött ül valaki, és rugdossa a székemet. Aha. Na, itt nem lesz rugdosás. Itt nem. Nem, itt az egész nézőtér hullámozni fog, persze. Aha, rugdosás. De hát tudod, mi az a rugdosás, ami hátulról jön, és miért idegesít, mert te meg nem kocogtatod ugyanilyen mozgással az előtted lévő. Ja, lehet, hogyha igen szinkronban lennék, akkor ez egész sorcsinálnál. Nézzük meg a mozi harcot. Mi zajlik a moziban? Zsúfolt mozi. Ugye mind tudsz összeveszni? Ha, jó, mert akkor ez a dolog, ez elkerül. Kinek a párnája keményebb? Mert a legdurvább szerintem nem a fekvő, sima mozi. Könyöklő. Első a könyöklő. Tehát az a harc, oda támaszkodik, akkor elvesztetted a csatát. Nem baj, nem baj. Hosszú a film. Megvárod, amíg leveszi a karját. Mit csinálsz? Hopp, hirtelen betámaszkodsz egy-egy. Akkor te hirtelen elveszed a karodat. Mit csinál? Kiszúrja a gyelvetet, gyorsan visszatámaszkodik. Elindul a karfaharc, ez megvan, nem? A könyöklő harc. Az az alap, ugye? Aztán zörög, nem zörög, hangosan eszik, telefonál, nem telefonál. Megbeszéli. Megbeszéli, nem fél, és ezért elkezd beszélgetni, mert nagyon fél, és nem akar megijedni. Üdítő harc, mert a sor elején lévő nem jó helyre teszi, tehát nem a jobbjára, a baljára. És ebből tolódik az egész. Miért, azt hova kell tenni? Hát figyelj, mind, a szélére. De melyik szélére? Hát mind, az ülés mindkét oldalán. Ahogy elindul az üdítő talpa, ahogy bejussz. A jobb. Igen, és mindegyik oda teszi, így van, de ő nem a jobbra teszi, ő beteszi balra, de az már az enyém. De miért, enyém, akkor miért teszed te is balra? Mert elindul a sor. Igen. Akkor te tesd át vele is de balra. De ez az is itt a harc. Az az enyém, te köcsög, Karina. Igen, nem érted, kislányom. Szóval elindul a harc, igen. Enni, nem enni. Mi azt csináljuk a Vikivel, hogy azt sem értem egyébként, hogy a mozik mi nem engedik, hogy te bevigyél oda kaját, mert hogy egyébként amit a saját részüknél megveszel, az bevigyelted. Hát persze, mi a különbség a között? Pénz. De mi a drága? Hát mert pénzt keresem. Van, ahol nem szólnak érte. De ha én nem akarok chipset enni, perecet, meg patogot, szendvicset, azt nem ehetek. De téged már motoztak át belépés előtt, hogy van-e nálad kaja? Én mi úgy csináljuk? Viki terhesen fölakasztja egy nagyon szánnivalóan a kezére, mint piroska. Tehát tegnap úgy mentünk, hogy elment bevásárolt, és piroskaként így felakasztotta, tudod, ilyen derékszögben tartotta fölfelé a könyökét, és így jött. Mondom, hogy senki nem fog megállítani. Odaértünk a pénztárhoz, megsimogattam a hasát. Tudtam, hogy tele van kajával, mert ugye mentünk egy 3 órás mozira, és becsempésztük. És otthon, mint Józsi bácsiék régen a Balatonon, kiterítettük a fasírozott a paprikát. És én vagyok a vidéki bunkó, érted? Én aki és nem teszem fel a láb. A moziban. De mi ezt úgy csináljuk, hogy olyankor megyünk, amikor nincsenek sokat, de grill csirkét, fasírozottat nem viszek, egy gyors étterembe megvett. De olyan nem volt, hogy mit tettek magatok el, egy kempingfőzőt, meg néhány globusz húskonzervet. Na, meleg is dát ezt. A múltkor bevittünk fél grill csirkét, de a mozi üzleti érdekek miatt nem engedi, hogy te bevigyél kaján? Ez olyan lenne. Igazságtalan, én nem akarok patogatott kukoricát, én akkor áruljanak fasírozott a zsömlét szendvicset, vagy rántott húsos zsömlét, nem? Igen, hát de ki akkor, akar de ebédelni? De azt nem akarnád bevinni, az lenne olyan borzasztóan drága. Ez is igaz. Tudod? Tehát, hogy nem, azt nem akarnád. Ti csempésztek be? Be kell csempésni. Én abszolút propit szoktam becsempészni Karinának, meg üdítőt, azt is, nagyon drága az üdítő. Figyeljetek. Senki nem nézi meg. Hát persze, nem motoznak meg.
Na anyuka, ez is bejött, ez se dobozos. Igen. Szóval, hogy jó, ez az jó, de nagy harc. Bunkó kommentelők? Az, amikor aládom áll neked. Na figyelj, most mindjárt az lesz a nézettség. De gyűlölöm, akik egyfajta benne áll a száj. Okos vagyok. És legtöbbször horrorfilmen állandóan ezek tolják, mindig az okosak, ők vannak a legjobban befosva. Rettenetesen, és ezért folyamatosan kommentálják. Ez ugyanaz, mint aki a hurgada járaton már részeg a felszálláson. Nem azért, mert bulizik, annyira fél, hogy berúgott, tudod. És nagyon ordibány, nyilván így kompenzál. De te szólsz, Juli? Igen? Aha, igen. Sőt, egyszer emlékszem, ugyanaz a művészmoziban volt, de állandóan... Művészmozi, hát mit flancolsz? Hát igen, néha ilyen. Aha. Azért, mert nem értetted a filmet. Régen volt. Művészfilm. És ott ilyen árnyjátékot játszott, tehát így mindig benyúlkált. Nem, mondjuk ez egyébként egy kicsit tetszik. Egy rohadt hosszú David Lynch filmre beütött. Az a baj, hogy én vagyok annyira infantilis, hogy kicsit ezzel röhögök. Nyilván elrontja a szórakozásomat, nem, de azért ez egy... Hát nem, emlékeztek, az Ace Ventura-ban volt az a... Jó, az jó volt. És akkor ott ment az árnyjáték, és egy idő után úgy berágtam, hogy hátra szóltam, hogy a kis pöcsöddel játszál, vagy valami hasonló, és kézzétek el, hogy megtapsoltak. És utána megtapsoltak, és utána abba hagyta a srác, úgyhogy én... annyira szeretem, amikor valaki rászól, hogy tedd le a telefont, és és mindenki megtapsolja, és elindul egy ilyen külön élet a moziban. Igen, úgyhogy mindenki az én pártomra állt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor én akkor önkéntes rendőrködtem, de hát muszáj volt. Régi mozi, elédül, baromi nagy a feje, semmit nem látsz. Rászóltál? Ugye most már úgy van, hogy ilyen lépcsőszintek vannak, tehát most már ezekben a multiplexekben már nem tud akkor ember elédülni, mert nagyon magasan vannak. Átéletted mással ezt. Feri, rád hányszor szóltak? Én soha nem ülök belőle. Tényleg mindig megveszed hátra? Tudom, hogy ez így nem jön leadásban, tehát, de én azért intelligens vagyok ennyire, tudod, én koncerten sem megyek előre, mert az egész tömeg nem lát semmit tőlem. Én hátul állok. És ha nincs sor, nincs hely az utolsó, akkor nem ülsz be középre. De most már bemehetsz, 100 éve nem voltam moziban, most már milyen a mozi, mert most már egy méteres szint különbség van, menjen nyugodtan. Tehát most már nincs uránia meg Kossuth. Az Újkígyósi Petőfi mozgófilm színházban, akkor még azt így hívták, nyikorgó fa székek voltak, ott például nekem mondták, hogy csak a hátsó sorba Ferike. Akárhogy is hozol 5 tojással többet, mint a be. De ez így korrekt, nem? De így, hát de most miért ülnél be? Most képzeld el, Jani ül mögöttem. Hát most gondold el, hogy te elmész egy 100 tagúra, odász az elsősorban csápolni, mindenki csak egy triót lát. Hangosan eszik, ropogtat. Hát ez most mit csináljak? Hát szóljak rá, hogy nekem zörög. Hát zörög. Nem szólsz, mi? Hát ugye? Arra mit szóljak? Hát mi? Na, ez nem ideges? Igen. Az megvan, akik sissegnek? Bocsika, befognád? Ne haragudj, abba hagynád. Azt imádom, amikor valaki annyira önkéntes rendőr jön, hogy elkezd sissegni. Vagy sissegni, hogy nem tudom, hova utaztam valamikor volt, és ott is sissegtek, és így meglepődtem, tudod, amikor valaki beszédet mondott, vagy valami, és elindul egy ilyen tömegpszichózis, hogy mindenki sissegt. Ez az ágyas mozi egyébként, ez olyasmi lehet, mint az autós mozik. Ti olyanból voltatok már? Az tök jó. Az a baj, az autós moziban mindig a Grease-t vetítik, és ezért nem járok autós moziban, mert 3 darab filmet tudnak. A Grease-t, mi az a Patrick Swayze film? A B-bet senki nem ültetett. Ghost. A Ghost, meg a Dirty Dance, az a Dirty Dance. Meg az országúti diszkó. Meg az országúti diszkó, tehát autós moziban nem adnak jó film. Meg az nem arról szól, az autós mozi az csajozásról szól, nem? Átülsz a másik kocsit. Hát de az ágyas mozi. Hát autós mozi. Nem vittek még autós moziba? Ne, én soha. Nem voltál még autós hát moziba? Hát pedig Juli. Nem tényleg? Juli! Ráhangolod a rádiót a frekvenciára, amin a hang jön, mert ugye nincs hangrendszer, hanem a saját kocsidon. Tudod, mekkora buli az? Persze, belül hallgatod, odaállsz, keresed. És néha bekavar a Klassz FM Szani. Képzeld el! Szani Roland vagyok. Ugye ott megadják a frekit, tényleg ráhangolod, de nem arról szól, elviszed a csajt, autós mozi, elindul egy dögunalomfilm, kit érdekel, 20 percig nézitek, átül, átjön, áthajolsz. Áthajolsz. Hát erre van az ágyas mozi. Látod? Dehogy is. Az ágyas moziban nem lehet áthajolni. Ott nem engedik. Ott biztonsági őrök vannak, nézik, vagy kamerák. Miért az autós moziban nincsen senki, aki végigjárt? Hát a saját kocsikban az sem. Hát a részben végigjártak. Mit hagytál ki, Juli? Nem vittek el autós moziba, Juli. És képzeled, egyedül egy roburban, 8-an, ebből 7 kőműves. Én jártam autós és moziba. És külföldön dolgoztak 2 hónapig. Kispolszkival, Pirisvörösváron, vagy Piris-Szentkereszten. Kispolszkival. Nem tudtuk, hogy mi a film.
De nagyon jó volt. Nehezen fértünk el. Négyen voltunk. De hogy is. Igen, négyen voltunk. Négyen és mind a hárman rá volt a gerjedbe. A Zoli, a Béla, a Zoli, a Béla, a Józsi, meg a Peti. Mondták, hogy hajtsák előre a sofőrülést, hogy ki tudjak szállni, de ők de nem akarták. De autós maziba akkor azért jár az ember, hogy ott bepárásodjon az üveg. Tehát azt pontosan tudja a nő is, meg a férfi is, hogyha bemennek, ráhangoltak, akkor utána de 10 hogy perc múlva. Bepárásodjon, hogy bepanírozzanak, Júli. Most már nem, 20 évesen nagy élmény. Most már, amikor túl van az ember egy csomó ilyen típusú élményen, akkor azt mondta, hogy jó az ágy, kényelmes vagyok, ja Istenem, nem áll, ez a hülyeség. Amikor 20 évesen még az egész aktus, a nemiség egy kicsit izgalmas, még izgult, de ott a csaj, autóban vagy, akkor jó, most már azt mondta, hogy menjünk haza és feküdjünk be az ágyba. Tehát most már 40 éves fejjel nem annyira jó. Tehát 20 most évesen. Megint érdekes. Amikor lehet. Nem tudod hazavinni a csajt, nincsen hova vinni, ott van az autós mozi, tudod, tehát az akkor jó. Hát nekem az csak édesanyám diavetített otthon Jancsi és Juliskát, de hát az nem ugyanez volt. Amíg remélem, hogy közben aha, nem igen, hogy nem, igen, nem leheltétek be az ablakot. Nem tudom, fura párhuzam egyébként, de igen. Az ezüstó kincsére. Na jó, próbáld ki, legyen ez a kettes okay, küldetés, rendben, jó? Szeretkező küldetés. Párok, lábszag, mi a helyzet? Okay, jó? Rendben. Hétvégén elmész valahova? Vagy a shopba, shopot nézd meg. Jó? Megnézzük, hogy akkor hol lehet leadni a gyerekeket, de... Hova, igen, műjégpályára, egy csomagmegőrzőbe, igen, egy átszóházba valahol. De valamelyiket mindenképpen teljesítem, főnök, rajta vagyok. Igen. Nem voltál automosóban, Júli? Én ott dolgoztam évekig, mint székfestő. Írja valaki. Jézus, atya úristen. 3-4-10 lesz pontosan, 3 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 3 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is szórakoztunk, Feri tegnap elmondta, hogy van egy kis testi gond nála, ma pedig elmondta, hogy learatta a babérokat is. Te észrevetted, hogy konferáltad az anyagot? Nem. Megmutatjuk, hogy mivel is szórakoztunk? Köszönöm. Nem, mondtam ilyet. Ezt mondtad, majd visszahallgatjuk. És nem úgy kivel szórakoztunk, akkor úgy mondom, mivel. Jó, mondom szépen, Ferit tegnap szánakozó kis pillantások kísérték. Aha. Miután elmondta, hogy zsibbad a lábujja, elmondta ma reggel, hogy hát tulajdonképpen mi volt tegnap. Jó, így mondjad, Anna. Jó, így nem is olvastad fel, amit én írtam neked, én azt írtam, hogy a Rocky. Ja, tényleg. Anna ezt írt a konfomba, hogy ha akarom használni, itt jön a Rocky. Tehát, hogy ugye, mint te. Igen, nézd igen. A jó oldalát, akik eddig szerettek, most már imádnak, akik utáltak, sajnálnak. Igen. Előrébb léptél. Előbb vagyok. Igen. És beszéltünk egy miskolci néniről, aki, vagy egy idősebb hölgyről, aki egyébként hölgy még nem néni, aki megakadályozta a miskolci bankrablást, és hát arról beszélgettünk, hogy mit csinál az ember olyan ilyen helyzetben, amikor fegyvert fognak rá, kerestünk olyan hallgatót, aki ezt átélte, hogy mesélje el nekünk, hogy mit kell csinálni, ha az embere fegyvert fognak. Ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 4 perc van pontosan, 10 óra hívjuk is a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show. Várok rá. Halló! Igen, halló! Balázs, Jani, Feri, Csabi, mindenki, hello, Morning Show! Ott a megjár, nagyon elrontottam el. Szépen. Aj, de kár! Nem írtad alá, hogy hívna. Nem, Tibor vagyok. Sziasztok. Tibor! Szerettél volna az lenni? Igen, szerettem volna. Az és két ültem is rá, csak épp egy beszélgetésben voltam, és nem hallottam, hogy elkezditek a telefonálást. Aj, de kár. Írtál nekünk egy SMS-t, azt mondtad, te ott voltál a miskolci bankban, ugye a néni azt kiabálta, miközben agyalta a rablót, az ilyenek akarták a Szulejmánt elvenni tőlünk, azt se hagytuk. Bát, ezzel telettél volna. Én követtem el. Igen. Jól van, nincs ajándékcsomag, plusz ajándékot szerintem van, azt majd hallgass meg a reklámblokkban, te vagy a naphallgatója, csak nem tudunk ajándékcsomagot adni, sajnáljuk. Köszi! Sajnálom nagyon. További jó munkát mindenkinek. Szia! Szia. Hello. Hello, hello, hello. Csabikám, mi újság van? Jó reggelt, szevasztok. Hello. Feri megint hozott finomakat, majd hagyjatok egy-két falatot, jó? Köszönöm. Jó. Eddig kellett volna enni. Ja, bocs. Mi a recept, Feri? Kérlek szépen, 3 okunk van a mostani receptre, hónap vége van, tehát kevés a pénz, ez az egyik, úgyhogy olcsó. Jön a karácsony, hogy többet költünk, megint olcsó. Európai hulladékgazdálkodási hét van, csak mondom. Szemétből főző? Nem szemétből főző, hanem 50 ezer forintnyi kaját dob ki minden egyes magyar család egy évben. Érted? Igen. 50 ezeret, úgyhogy a maradékokat használjuk, és a tök egyszerű, csak nem jut eszünkbe a töltött krumpli. Csináltam hozzá egyféle tölteléket, innen-onnan összeszeregettem ezt, azt, és akkor abból van. Tehát inkább gondolatébresztő a mostani recept, mint világ.
megváltó, viszont tök finom sült krumpli különböző töltelékekkel, ennyi. Nagyon ott van jó. Facebookon már Laci föltett. Lefotózva, megsütve, megfőzve. Persze. Nagyon jó. Jól van, Csabikám, mi a zene? Fritz Kalkbrenner. Szerintem ez a név, ez mond, hát főleg neked mond valamit. Paul Kalkbrenner azért az megvan, és az ő testvére. Bizony. Meg akarsz bántani, persze, hogy meg. Minden megvan tőle. Berlin Calling, ez már mond valamit. Jó, hát Berlin persze, nem na. szép hely. És Edwin Marton testvére. Nem csak a zenét csinálta a Paul, hanem szerepelt is benne, és igen. A testvére volt a producer, aki önállóan is DJ-ként is megjelenik, például a Back Home című dalban. Nagyon jó hangulata, figyeljétek meg. Persze. Meghallgatjuk. Itt ülünk addig. Jól van, gyerekek, hétfő már élőben eljegyzés, jó? Csabikem, köszi. Úgyhogy tessék még e-mailt írni, nem sokára választunk. Hétfőn az első delikvens élő lánykérését, fiúkérését hallhatjuk. Úgyhogy jövünk, mindenkinek nagyon-nagyon szép hétvégét kívánunk. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.